Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 2 perc múlva lesz 4:07. Jó reggelt, szevasztok, az utolsó szabad napunk. Zeneileg, témailag, mindenileg. Hát inkább az utolsó melós napunk, mert holnaptól kezdve nem mi dolgozunk. Így van, hátradőlve hallgatjuk az élmény beszámolót. Így van, ki a Stájföldről. Úgy de jó lesz, már alig várom. Végre a felelősség, lekerül a felelősség súlya várunkról, és akkor végre megint visszakerülhetünk oda, ahova tartozunk. De jó lesz, én örülök neki. Rajta volt, úgy érzed? Há, nem. Hát csak egy kicsit. Na, mi a helyzet? Minden a legnagyobb rendben. Milyen volt a tegnapi nap? Nyomoronc. Nyomoronc hétfő volt. Annyi baj legyen, a hétfők azok mindig valahogy nem úgy sikerülnek, ahogy kellene. Többféle szempontból én mondjuk nagyon örültem neki, és szerintem ezt mindannyiunk nevén mondhatom, hogy a Csonka Pici itt töltötte a délelőtt, nagyon jó visszajelzéseket hallottam, meg olvastam is fönt a neten róla. Nagyon szerették, úgyhogy máshol is meg fogjuk majd hívni a távoli jövőben, amikor megint erre lehetőség lesz. Viszont néztem tegnap a Bocuse d'Orra készülő magyar válogatottot, és nem láttalak benne Feri. Nem foglalkozunk. De Szél urat se láttam benne. Szél úr visszavonult a Bocuse d'Orról, visszavonult, ugye ez az egyik legrangosabb verseny. Hát így azt mondjuk mi, hogy főzőverseny, vagy szakácsverseny, ez annál sokkal több, ez valami embertelen szakmai kihívás. De valójában igen, logisztika, matematika az, és egy nagyon pici szakácsmesterség igen, is van az benne, mert ahogy láttam, egyébként megint az, hogy időre kell, megint mindent a friss alapanyagokból kell, meg nem lehet hibázni, az egész egy ilyen mértani pontossággal gyakorlatilag atomórához igazítva történik, hogy ennek egyébként már mi köze van a szakácsmesterséghez? Hát a profizmushoz szerintem igen, mert azért, hogyha te beülsz egy étterembe, akkor elvárod azt, hogy mondjuk nem 4 óra legyen egy étel elkészítése, hanem mondjuk fél, és megkap. Meg ott azért van innováció, tehát úgy kezdődik, hogy nem vajas kenyeret csinálnak az ottaniak, ugye a helyi alapanyagokból, hanem nagyon komoly dolgokat. És az is fontos, hogy ott vásárolj, ahol a verseny van, tehát Franciaország kis piac, megved ott a helyi dolgokat, úgy készüljél már. Nem viszel magaddal lefagyasztott hazait. Nem úgy van, ám igen, hogy a kis libamájot lapul a izében, ahogy hívek van a hűtőtáskában. Úgyhogy ebből a szempontból meg szerintem az ilyen marha nagy szakmai kihívás, hogy te magad össze tudod rakni úgy a csapatot, ugye nem egyedül kell főzni egy ilyenet, hanem vannak segítőid, tehát össze tudod rakni úgy a csapatot, hogy az ott flottul menjen ki. Hát emlékszünk a Szél Tamásra, ugye bent volt nálunk, és azt mondta, hogy ők mielőtt kimentek, akkor már hónapokkal előtte minden áldott nap kétszer ugyanazt a menüt lefőzték, amit ott fognak majd főzni. Hogy ott nem lehet, tehát hogy 1 fok különbség a mit tudom én minél, az már neki nem lesz jó, mert akkor akármi a szétfő, vagy nem főszét, vagy tehát tök mindegy. Az a lényeg, hogy ilyen marha nagy stressz a dolog. Nekem ez picit olyan, mint az élsport. Igen. Az élsport, azt mondjuk többen nézik az olimpiát, ugye van a nagy megmérettet, és ott 4 évente, és akkor arra úgy nagyon rá kell készülni. De aki azt megnyeri, az a legjobb lesz a világon. És egyébként meg van az amatőr, aki minden nap elmegy futni, mint például te, vagy valamit csinál, és akkor az ő élete attól szebb lesz. Igen. De mi tudunk viszonyulni ahhoz, hogy van egy olimpia, érted? Tehát, hogy a többi embernek lesz jó attól, pedig ő lehet, hogy én például nem csinálok mondjuk spec semmit most, de azért majd az olimpiát megnézem, hogy na, milyen teljesítmények vannak. Arról lehet tudni, hogy egyébként annak a tavalyi volt, ugye? A Szél Tamásnak ez a tavalyi meglehetősen jó helyezése, meg jó vízhangja, ez mennyit dobott az ő ázsióján, meg mennyit dobott annak az étteremnek az ázsióján, ahol ő dolgozik? Tehát, hogy ennek volt valamilyen hozadéka, valami konkrét hozadéka? De szerintem van egy réteg Magyarországon, főleg Budapesten, aki ezt nézi, hogy a Szél Tamás 3. helyen végzett, és akkor miután hazajött, akkor elmegyek oda hozzá, és megebédelek, hogy megvacsorázom, de a széles közönség az magas autóik rá, szerintem. Hogy mi történt? Az ilyen picit már emelkedett gurmé hangulatú férfiak és nők azok rámennek el. Igen, mert én is egy picit azt éreztem ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy te hasonlítottad is, tökéletes volt, semmiképpen nem akarok lapot dobni rá, de hogy vannak az ezermesterek, vannak azok, akik nagyon szeretnek barkácsolni, fúrni, faragni, és nagyon jó dolgokat is csinálnak alkalmasan, meg vannak a mérnökök, akik viszont ezt hivatásból tolják, egyetlen mosoly nélkül, rezenéstelen arccal, és szerintem ez a Bocuse d'Or. Aha. Ez a mérnöki precizitás. Hát közben nem mosolyognak, az nem, biztos. Én azt vettem észre, hogy mindenki. Az vérfolyik, összeráncolod a homlokodat, és koncentrálsz, és ilyen 1000 grammokat mérsz ki szerintem. Így tehát van. Ott eszedbe nem jut mosolyogni, utána, amikor megcsináltad, akkor összeesel egy kicsit, és talán másnap, ha jó vagy, ha magadhoz tértél a meló után, akkor esetleg elkezdesz mosolyogni. Igen, vagy ez ahhoz lehet még
még hasonlítani, amikor fejlesztések vannak, például biztos vagyok benne, hogy mobiltelefon ügyben minden nagy gyártó már jóval előrébb jár, mint amit mi használunk. Így van. Ugye? Tehát biztos vagyok benne, hogy a tiédből is, az mindenkinek, mindenféle telefonból már van kettővel előrébb, egy van, amit mindjárt ki fognak adni. Az a más Nokia is mindjárt összehozza, amit mint tavaly. Így van, meg tudja majd csinálni, azt is később, és már van egy olyan széria, amit ki akar adni, de van egy, amivel sokkal előrébb gondolkozik. Érted? Azt mi még nem ismerjük. Tehát az lehet a Bocuse d'Or, ami a telefonban mondjuk a két generációval előrébb járó, hogy az a bennfenteseknek, a mérnököknek, a profiknak érdekes, ugyanez ott, és aztán ez később letisztul, és megjelenik a mindennapokban. Körülbelül így. Uh-huh. Körülbelül így lehet. Nincs nekünk ott keresni valunk. Azt gondolom, sem a befogadó, sem az előállító. De hazánk fiainak természetesen nagyon sok sikert kívánok a versenyre. Nem tudod, ki jutott ki? Megmondom őszintén, nem ismertem az ő nevüket, nyilván ez az én szegénységi bizonyítvány, bocsánat érte, de remélem, hogy nagyon hamar meg fogunk tanulni a nevüket, ugyanúgy, ahogy a Szél Tamás is. Egy első háromba, ha benne vagytok, már jöhettek is a stúdióba. Nagyon kavar. Hát mások a viszonyok ebben. Mondjuk egy francia konyhán, vagy angol, vagy egy csomót lehetne még említeni, ahogy ott hozzáállnak ehhez a dologhoz. Tehát, hogy például ez irgalmatlan pénz. Azt gondolná az ember, hogy hát nyilván van két csávó, aki erre majd elmegy itt Magyarországon, és akkor ők ott főzögetnek, csinálják a kis menüket az étteremben, és majd kimennek. A francokat, ez több 10 millió forint, csak az alapanyag. Igen. Érted? Mire fölkészülsz? Mert hogy ugyanazokat az alapanyagokat meg kell szerezned, marhasok lóvét belepumpálsz, kimész, azt lesz valami, vagy nem. Ugyanaz, mint az élsportoló, aki ugye nem tud klasszikus módon munkahelyre bejárni, neki az a munkája, hogy sportol, hogy készül. És aztán lehet, hogy egy 100 másodperccel lemarad a dobogóról. Éva. Jó, mondjuk egy második hely azért nem rossz, tehát annak azért lehet örülni, de egyébként igen, így ugyanezt. Tehát, hogy nem úgy melózik, nem klasszikus értelemben, csinálja a dolgait, aztán, hogyha sikerül, akkor ott van az elsőben. Szóval, hogy ennyi a dolog. Várjuk, hogy mi lesz az eredmény, és utána, hogy hazahozzák a technológiákat, és az egyszerű étterem járó is tudjon enni ilyen nagyon elvakult ételeket, vagy ilyen elborult ételeket. Úgyhogy én nem is néztem most, mert rákeresek. Na, mindenképpen szerintem. Aztán, hát tegnap persze volt egy csomó olyan esemény, egyébként világpolitikai események is, amiknek kapcsán amúgy mi is meg fogunk majd nyilvánulni, és egy olyan komoly szakértő, és Nógrádi úr személyében, itt gondolok természetesen az ukrán-orosz válságra, aki majd nagyon okosakat fog tudni mondani, meg mi is majd elmondjuk a dologgal kapcsolatban véleményünket, erre is odafigyeltem tegnap, illetve hát néztem ezeket az Oscar utózöngéket, hogy mik voltak, mik nem voltak, hát ugye Balázsi Pannával is beszélgethetünk tegnap a téma kapcsán, de hát sok igazságról azért nem értesültünk, és hát ő azt mondta, hogy nem történt rajta semmi különösebben izgalmas. Na most ennek azok a hírek, amiket olvastam az interneten, némiképpen ellent mondtak. Na mások illetve, látják, Balázsi Panna is, aki ott volt, ennyi. Így van. Na minden esetre azért volt egy-két ilyen érdekes dolog. Hát ugye az egyik nagy, hogy is mondjam, vesztes ennek a dolognak Sandra Bullock volt, mert hogy nem kapta meg a női főszereplőnek a gravitációért, és nagyon sokan azért már így láthatatlan bódották volna de neki a díjat, nem kapta meg. Viszont egy nagyon érdekes dolgot olvastam vele kapcsolatban, pont a gravitáció kapcsán, hogy olyan szerződést sikerült kötnie a filmstúdióval. Hogy ami... végig nem kellett bugyit hordani. egyrészt, ez nem volt csapzott alul, Sandra. Másrészt pedig, hát nem kevés bevétel ütött a markát a film kapcsán. Képzeljétek, ahogy az történt ugyanis, hogy 20 millió dollárt kapott, ami már önmagában is egy tekintélyes Jézus, összeg, ezért a film szerepét, mondjuk hogy nyilván elsősorban ráépül ez a mozi, mert George Clooney, na mindegy, hogyha valaki nem lát a filmet, akkor nem mondok róla sokat, vagy sokkal többet, szóval a lényeg az, hogy kapott érte egy 20 milliós összegű ilyen kis apanást, és ezen felül kikötött a szerződésébe, és ez tényleg csak a legnagyobbaknak a sajátossága, például Jack Nicholson vagy olyan színész, illetve bocsánat, egy rendező, óriások, mint mondjuk Steven Spielberg-é, hogy minden egyes dollár után, amit fial minden egyes dollár után 17 centet kapjon.
Az nagyon kemény, az 17%-nyi bevétel, az nagyon jó. A stúdió azt mondta, hogy, vagy azt gondolta, hogy hát ez a film, és kit fog ez érdekelni, a csodoronokat az űrbe, meg izé, meg ketten vannak, meg egyáltalán megmutatjuk az űrt, hogy elvá, 700 millióba meg fog állni. Most már ennél egy picit több embert érdekelt a film, úgyhogy a 700-nál már egy kicsit több bevétel jött be, úgyhogy most tart kb. Még plusz, a 20 fölön még 30 milliónál. Ne! Tehát most 50 milliónál tart jelenleg Sandra Bullock. Aha. És hát ugye akkor még jönnek majd a DVD megjelenések, a Blu-ray megjelenések, meg hát ugye az Oscar jelölés után járó érdeklődés, nyilván ilyenkor minden egyes filmrajongó azt mondja, hogy akkor meg kell néznem az összesen filmet, amit eddig nem néztem meg, és aha, érintve volt az Oscar díj átadásba, úgy cirka 70 milliót vizionálnak neki összesen a film után. Hát most 2.28-on áll egyébként a dollár, azt mondja, másfél hogy milliárd hát figyelj, 16 milliárd forint. 16 milliárd? Milliárd. Ja, mennyi ez? Mit mondta? 70 millió dollár. 70 millió dollár, Jézus, szorozva 228-al. Kérlek szépen. Hát, izé, jó parti. A csaj amúgy nem néz ki rosszul, úgy tudom, most szingli is, érdemes lenne talán rárepülni. Értem. Finom, mi? És amit mondtál, az azért az tök érdekes, hogy ő eljutott abba a kategóriába, amikor már diktálhat ilyet. Hogy mondjuk a stúdió is benézte ezt a dolgot valószínűleg, tehát ők tényleg úgy gondolkodtak, hogy persze jó legyen. Na, de 700 millióból is azért, hogyha elvisz valaki 17%-ot, azért az nem rossz. Nem rossz. De okos ez a csaj. Érted, és bármit okos. Eladnak egy pólót, egy sör alátétet, abból egy blu-rayt, akkor 17 cent minden egyes dollár után, amit kapott. Óriási. Jó, mi? Aha, jó a csaj. Ah. Ezt vajon ő találta ki, vagy a menedzsment? Hát, a franc se tudja, szerintem is egy jó menedzsernek azért az a sajátossága, hogy ő igyekszik, hát nyilván saját magára is gondolva egy picit minél több pénzt kicsiholni. Aha. A sztorikból, meg a dílekből, és hát szerintem ő ebben jócskán benne lehet. Kíváncsi lennek arra is, hogy például, mit tudom, hogy egy élfocista esetében mondjuk mennyit nyel le a menedzser egy-egy átigazolásnál, stb. Hát ott hihetetlen pénzek vannak. Szerintem ezt ők ketten kitaláltak, és gondolom, hogy Sandra nem állt ellen. Megír ennyit egy Sandra Bullock? Vagy, de most tök mindegy, egy Jack Nicholson? Mert ugye, tehát, hogy ő adja el ezt a filmet. Jó, mondjuk, mert más szereplő a gravitációban nagyon nem volt még egy. Ugye? Hát tehát, George. Hogy, igen, Georgi. Tehát, hogyha ha mondjuk egy 20 szereplős mozifilmet nézel. Producerként is jegyzi a filmet. Ott is tehát, hogy beesett valami. Mondjuk van egy 20 szereplős mozifilm. És akkor ott valaki, ott jön a Sandra Bullock, mi vagyunk benne hárman, a zsűrbe meg én, így van, Annát is visszük. Hogy nagy legyen a kontraszt. Laci, igen, és akkor jön a Sandra Bullock, mi nyilván azt mondjuk, hogy a repülőjegyért megcsináljuk, hogy kivisznek a forgatásra, meg legyen valami vajas kenyere, ne dögöljünk ilyen a forgatás alatt, és jön a Sandra Bullock, aki azt mondja, hogy akkor kérek 20 millió dollár, plusz a 17% minden egyes bevétel után, hogy megér annyit egy ilyen ember vajon. Tehát ha ezt nem Sandra Bullock csinálja a gravitációt, hanem X, nem tudom, egy másik nagy név, aki nem kap ennyit, akkor nem mennek be annyian? Nem mennek be. Tényleg? Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok benne. Hát van egy csomó olyan ember, aki ugye élhal különböző világsztárokért, és nekem vannak olyan időjaim, nekem is, akik miatt bemegyek a mozikba, akik miatt megnézem. Aha. Egész biztos. Tehát, hogy látom, hogy az ő neve ott szerepel a stáblistán, vagy ne adj Isten nevet, adj Isten főszereplő, vagy fontos mellékszereplő, én biztos, hogy megnézem. Sandra is az ikrek. Tehát, ja, igen. Mondjuk, hogy nekem nem az esetem, mint ahogy mondjuk Christian Bale sem, de mondjuk Christian Bale miatt megnézek minden filmet. Mert szeretem a színészt. Aha. És tök mindegy, hogy miben játszik, meg hogy milyen karaktert játszik, meg milyen szerepet játszik, tök teljesen mindegy, hogy most Batman éppen, vagy pedig egy valami vidéki rednek az Egyesült Államokban, aki keresi az eltűnt öcsét. Tök mindegy, nekem megnézem miatta. Érdekes, nem tudom. Szóval ezek már olyan pénzek, én ezt a focista lóvét se értem. Tehát jó mondjuk, nem tudom, egy messzi. De nem csak a magyar focisták esetében. Azt abszolút nem értem, de így a külföldi se, tehát, hogy most már olyan összegek röpködnek, amit nem tudom, hogy hoz-e vissza egy ember. Hát például ott volt ugye ez a David Beckham-es történet, aha, tehát nála is azért nagyon komoly ilyen transferekről lehetett hallani, és aztán ugye akár mondjuk az Egyesült Államokban egy csapatáról van szó, akár mondjuk a Reálról van szó, hát emlékszünk, hogy a Reálban például csak a mez eladásokból már visszahozta néhány hét leforgása alatt azt az összeget, amit ráköltöttek, amiért annak idején megvásárolták. Aha. 4 millió forintért vett lakatost magának a Ganzmávag újpesti telepe. Egy ilyen hírbe meghallgatnék, ez egy nagyon jó lakatost átvinni érted 4 millióért. Hát igen. Átszerződtetni. Igen. Hát, a lakatos miért nem olyan fontos, mint a focista? Hát, szerintem fontos.
Szerintem mindannyian ugyanolyan hát fontos 115 ezerre. De a saját szakmájukban, hát... Igen. Nem igen. lesz 4 De én szerintem mindannyiukra szükség van. Mert vagy Zsült leigazolná a kiskumajsai rádió. Érted? Azt mondja, hogy kell nekünk a Zsült, bármit megadunk érte. Mondjuk mi mondja, hadd vigyék, tehát hogy nagy ittartás nem lenne, de hogy érted, hogy azt mondja valaki, hogy megveszem tőletek a Zsült, mert jól kever, 4 millió. Azt mondjuk nem te kapod, csak szólok Zsült, ne csillogjon a szemed. Hát a klub kapja, a focistánál is, ugye? Ha én megveszek egy focistát valahonnan, de szóljátok, a hülyeséget beszélek, hallgatok és írják meg nyugodtan, tehát ott a két klub között megy a... Illetve van sokszor aláírás hát pénz is, igen, ami megint nem kevés. Jó, de az egy másik történet, amikor azt mondják, hogy 1 millió dollárért megvették XY-t, akkor az a klubnak megy, aki tőlőt megveszik. Érted? Tehát, hogy az nem a te pénzed lesz, Zsül, a 4 millió, az a miénk lesz a Janival. Tehát ebből a szempontból szerintünk marha jó, mindenféleképpen megéri a beruházás, és aztán azt meg te majd megalkulod, hogy ott mennyit fogsz keresni. Na jó, van ennyit akkor pénzekről, lakatosokról és Sandra Bullockról, valamint Zsűrről, hogy csak a legnagyobbakat említsük meg. Következő a helyzet, a múlt hetet ugye azt ugye egy ilyen közepesre hoztuk, mert 2-2 lett. Bizony. A tegnapi napon pedig egy Erzsi nevű hölgy volt az, aki bámulatosan játszott, aki benzinkutas, állattenyésztő és gyakorlatilag egy retteltesen cserfes, jófej csaj volt. Velem játszott, kihúztuk az egy percet, és ezáltal ugye ott a pont, tehát 1-0 most nektek. Még a mai nap van, amikor vagy János, vagy én adunk egy ajándékot valakinek, ahogy elnézem magunkat, ezt a lendületet így a kedre, odaadjuk az ajándékot, és utána pedig majd 3 napon keresztül Balázssal tudtok játszani. Holnaptól már itt van, tehát ő még 3-2-re hozhatja majd ezt a hetet. Na jó, hát azért lehet, hogy fogunk küzdeni. Meglátjuk. Majd meglátjuk. Szerintem a csütörtökre elfáradt. De lehet jelentkezni a játékra, 0676450000 az SMS számunk. Viszont ami nagyon fontos, hogy 6:45-kor lesz egy olyan 3:42-nk, hogy megőrülsz. Ja, jó lesz egyébként mindenképpen. A tegnapihoz képest, ami meglehetősen zordra, morcosra és zúzosra sikerült, egy kicsit visszavettem a lendületből. Nyilván a sok pozitív kritikának köszönhetően is. Úgyhogy most egy nagyon jó kis duettet hoztam, ami rockos is, meg persze van benne olyan pici kis zúzás, de igazából nem sok. Viszont van benne egy olyan duett, hogy én leborulok előtte mindig, amikor meghalom, egy elég nagy kedvencemről van szó. Ez egy Within Temptation dal, egy holland bandáról van szó, aminek az énekese Sharon Den Adel az egyik kedvenc énekesnőm, és két kaputóval a Life of Agony egykori frontemberével énekel benne egy duettet. Azért is érdekes a történet, mert hogyha most csinálnak ezt a duettet, akkor valószínűleg már két hölgy énekelne benne, ugyanis két kaputa áté műtette magát. Nem már! Én nem hittem el, komolyan mondom, én nem. Most őt azt hiszem, hogy Miának hívják egyébként. Mi a kaputok? Nem hittem el. De énekel? Maradt az ennek? Persze, énekel, igen, de hát, hogy egy picit azért meglepődtem rajta, amikor tegnap rákerestem. Azt hittem, hogy valami jelmezbára készült a csávó, és akkor így talán kifestette magát, vagy bohockodott, vagy én nem tudom, hogy a buli kedvére. Nem. Kiderült, hogy ő azt gondolta, hogy most akkor neki ennyi volt így férfi bőrbe, és akkor ezentúl ő női bőrben szeretné élni tovább az életét. Egyiket az átműtettet, és ez még talán nem történt meg, tehát, hogy még az elsőleges nem jelleg, az eredeti még az még megvan, de én nem hittem el. Nem hittem el. Megfáradt a fegyver. Figyelj, rocker vagy, azért minden este más nő, megfáradt de a fegyver. De ő egy brooklyni hardcore harc volt régen. Baj, kipróbálja a másik oldalt is. Jön Karolina a hírekkel, és akkor utána jövünk ezzel a zenével, majd a fekete-fehér igen nem mell. Klassz FM-en. 9 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, szevasztok, mi volt ez, János? Na, ez a zenekarnak neve Within Temptation, és egyébként a március 14-én fel fognak lépni Budapesten is. Szerintem két kaputó, vagy mi a nélkül. Így van. Egyébként ők rettenet nem csak a szólókban, hanem a duettekből is nagyon erősek. Most a legutóbbi albumukon, Within Temptation legutóbbi albumán például Howard Jones-szal, a Killswitch Engage-nek a volt énekesével is énekel egy duettet Sharon, illetve Tarja Turunennel is. Aha. Aki egy hihetetlen jó énekesnő szintén. Na, hát már opera énekesnői. A nevek és a zenekar nevek ismeretlenül csengtek, azok nézzenek utána, hogyha ez a zenei műfajuk, mert picit itten mi kapkodtuk a fejünket, ahogy soroltad ezt a sok előadót. Ja, bocsánat, igen, nyilván, de szerintem a dal önmagáért beszélt, ez egy szenzációs duett, és én szerintem abszolút mindenféle túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez egy óriási sláger.
műfajoktól függetlenül. Abszolút jó, meg nagyon kellemes muzsika volt. Már többen jelezték, hogy sokat pultál János. Nyilván már érzett, hogy a főnök Magyarország közelében van, mert nehogy véletlenül hallja. Igen, elindultam azon az úton, amin két Caputo is elindult. Mikor lesz a nem váltó műtétet? Román autószállító ütközött személyautóval az M1-esen, VR46 Attila írta. Azt, ha megírod, hogy hol... Tehát melyik irányba, a határ felé vagy Budapest felé, és ugye egy körülbelül kilométer szelvényt, akkor azzal nagyon jól fogsz nekünk segíteni. 82-es főút bevezető szakaszán a Kismegyeri vasúti átjárónál nem működik a jelzőlámpa, óvatosan, mert jöhet a vonat. Ezt Bálint írta meg nekünk, tehát megállni, szétnézni, és akkor utána lehet csak átmenni. Trafi, Pilis-Szent Iván és Solymár között a Szent Ivánról kijövőket méri. Braunos Józsika írta ezt nekünk, illetve hát RIP Metán rovat hiányozni fogsz, írja Andor a szállító. Mert holnap már nem lesz. Hát nekem csak erre a 4 órára fog hiányozni, egyébként ott lesz a többi. Igen, aztán 10-kor Fülesbe, és ameddig lehet, addig szól. A többi 20. No, a fekete-fehér igen, nem rosszul kezdődött a héten, illetve nem kezdődött rosszul, mert nagyon jót játszottunk Erzsivel, de kihúztuk az 1 percet, úgyhogy övék lett a pont, vagy a hallgatóké lett a pont. Megnézzük, hogy most tudunk-e mi egyet szerezni, vagy 2-0-ra egyelőre viszitek a hetet. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ildi, szia! Sziasztok! Bár hát neked kellett volna így nevetni, nem nekünk, mert ezt írtad, hogy ha egy lánytól nagyon csúnyán ki akartok kapni, fiúk, engem hívjatok. Hmm. Tehát arc az van. Van, ez nagyon helyes. Én bármikor benne vagyok egy jó fenekelésben. Verbálisan. Ildikó, merre mész, és buszon vagy most? Buszon vagyok, Máté Szalkára megyek dolgozni. Honnan? Kocsordról. Kocsord! Jaj, hát kedvenc településünk, ugye? Több minden okán is. Kocsord, de ezen nem élcelődünk többé. Tettem egy ilyen fogadalmat. De tudod, miről beszélek, Ildi, ugye? Tudom. Megvan még a bunker, meg az emberünk? Meg. Szoktad látni is? Tehát ha arra mész, akkor ott magasodik a bunki? Hát én az ellenkező irányba lakom, úgyhogy... Aha. Figyelj, ti egyébként őrültetek neki, hogy feltette idézőjelbe a térképre Kocsordot? Hát, én nem igazán. Nem. Hát, igen, ez az, amire nem büszke az ember, ugye, hogy a falujában van egy ilyen, bár a franc tudja. Falusi turizmus lett belőle? Tehát így jártak emberek arra megnézni? Annyira nagyon nem, szerintem. Uh-huh. Nem sikerült neki. Mit dolgozol Máté Szalkán? Hát, sok mindent csinálunk, de én szőnyeget készítek. Szőnyeget? Ez ilyen kis háziipari szövetkezet, hogy szőnyegkészítés, agyagozás... Nem, ilyen betegeket szabadító cégnél vagyok, és ott több mindent készítünk. Uh-huh. És ezek ilyen kéziszövésűek? Igen. Aha, tök jó. Na, Ildikó, kivel szeretnél játszani? Veled. De miért? Most neked mi bajod van velem? Te tényleg, hát már tegnap is én játszottam. Halló, Ildikó! Semmi. Semmi nincs, jó van akkor. Éppen jó. Azért, mert nincsen bajom veled. Uh-huh. Jó, Ildikó, akkor kezdjük el a játékot. János fog visszaszámlálni. 3, 2, 1, fire! Ildikó, azt tudtad, hogy én is szőttem már szőnyeget? Erről fogalmam se volt. Uh-huh, pedig képzeld, így van. Szerinted jól csinálom? Hát, szerintem jól csinálod. Színes szőnyegeket szőttök? Színeseket is, meg egyszínűeket is. Egyszínű? Pirosat? Olyat is. Mhm. Uh-huh. Csináltunk már vajszínűt is. Júj, az szép a vajszínű? Az a kedve? Nagyon. Az volt eddig, amit a legtöbbet eladtunk. Akarsz kérdezni? Ja, eladásra megy a szőnyeg? Azt hittem csak magatokra. Nem. Köszönöm. Opszi. Szépen. Köszönöm, Ildikó. Köszönöm. Köszönöm. Álltad a sarat, Ildikó, most a Feri bekeményített azért, gyakorlatilag többször próbált meg falhoz állítani, és a végén sikerült.
Ne haragudj, küzdöttél meg keményen, emberesen, de hát sajnos most Feri ebben az esetben, ezen a kedden legyőzhetetlen volt. Ki kellett hoznom magam egy-egyre, mert a tegnapi vereség annyira mélyen bennem élt, csak tengtem-lengtem tegnap a hétfőn, egész napom ilyen nyomoronc volt. Összetörtem attól, hogy reggel elbuktam Erzsivel a fegete fér. Igen, nem. Én megközben szálltam lesz a buszról, aztán... Igen, ilyenkor nem figyel az ember. Hova lépek, közben kijött a nem. Nem mondom, hogy mérhetetlenül szomorú vagyok, Ildi, nem mondom, de azért hát jó lett volna, ha ajándékot kapsz, de ez most nem sikerült. Kinek szól a taps? Köszönöm szépen. Pont te, Ildiko, te is tényleg nagyon ügyes volt, 40 másodpercig nagyon jó álltad a sarra, csak hát 60 másodperc a játék. Így van. Köszönjük, akkor jó munkát neked, puszi, szia. Puszi, szia. Yes! Egyen beljebb vagyunk. Hála az akkor egy-egy. Igen, egy-egy, innen lehet tovább menni holnap. Tudjátok, hogy holnap kijön, kit kell kihívnotok játékra. Persze, és holnap után is azután, így van. 2 perc múlva, 7 óra jövünk a hírek után. 10 percen múlt el 7 óra, jó reggelt. Sziasztok, M1-es Pest felé, a 45-ös kilométernél van a baleset, de nincs dugó, nem érdemes kerülni egyelőre. Andi írta ezt nekünk, hogy ezt már többen megírták, hogy történt valami, de az első SMS-ekből ez nem derült ki, hogy melyik irányba. Tehát még egyszer Pest felé, és 45-ös kilométer. Valószínűleg, hogyha helyszínelnek majd, vagy ott a roncsokat szállítják el, akkor lehet egy kis fennakadás. Mérnek plusz igazoltatnak Solymár és Pilis Szent Iván között. Szép napot, Tücsi. M1 Mosó Magyaróvár felé a 134-es kőnél kis teher bal első defektet bütyköl. Figyeljünk rá, nehogy elcsapja valaki. Üdv taktikás, 46-os kilométer Budapest felé, ez az M1-es baleset. Megírták még egyszer. Igen, ezt mindenki mondja, hogyha például két autóval álltok meg az autópályán a leállósávban, mert mondjuk volt egy koccanás, vagy valami van, gyereknek pipilni kell, és konvojba mentek, akkor soha ne állj be a két autó közé. Ugyanis ha valaki ott lehúzódik gyorsan, tehát egy ilyen vészfékezésnél, és belecsaptan a hátsó autóba, és hát a két autó között állsz, akkor annak csúnya vége lesz. Bezonyám. Meg fölvenni a mellényt ilyenkor, ugye? Gumiszerelésnél? Hát gyakorlatilag ez az legalapvetőbb. Én amikor látok például az útszélen áldogálni valakit, mert valamilyen folyóügye van egyrészt, másrészt, meg az autóval valami probléma, és nincs rajta mellény, hát komolyan mondom, hogy feláll a szőr a hátamon. Illetve azért, nem, mert trimmelet. Igen, azért nincs büntetés, vagy van büntetés? Valaki tudja, írja meg nekünk, hogyha a rendőr megállít, és azt mondja, hogy na, akkor önnek az első ülésről el kell érnie a mellényét. Tehát nem jó, ha a csomagtartóban van. Tehát te a vezető ülésről, a sáfőr ülésről föl kell, hogy tud venni a mellényt, mert már csak úgy szállhatsz ki a kocsiból. Van ilyen szabályzás? Nem tudjuk. Igen, Zsülnek nincs mellénye, azt tisztán látom. Neki elszaladt az idő egy kicsit. Mi elérjük, mert innen négyünk mellett van egy. És de. Akkor csak aki kiszáll. Az veszi fel. Jó, ha valaki erről tud valamit, az írja már meg, nagyon érdekel a dolog. No, kérem szépen, már a múlt héten is beszéltünk róla, sőt, ha jók az emlékeim, akkor tegnap reggel is elővettük egy kicsit, mert nagyon érdekes, de inkább szomorú az a helyzet, ami tőlünk keletre, Ukrajnában kialakult, és gondolkodtam rajta tegnap, hogy az igazi szomorúság az mi benne, mert hogy a világ több területén zajlanak egyébként most háborúk, zajlanak harcok, vannak még mindig törzsi villongások, tudjuk, hogy emberek halnak meg. Hogy ebben talán az igazán kemény, hogy ennyire közel van? Igen, hogy ennyire közel van, és hát gyakorlatilag ugye a Ukrajna révén a magyar nemzetiségek is érintve vannak a Kárpátalja mentben a dologban, és nyilván ez érzelmileg sokkal jobban megérinti az embert. Azt gondolnád, hogy így 2014-ben már nem lehet ilyen, ugye Európában? Úgy abban a tudatban élsz, hogy gyerekek, 2014 van, egy boldog, szép világot próbál meg mindenki építeni magának, meg reméljük, hogy ugye a nemzetek is, a politikusok is, akik ezzel a nemzetközi konfliktussal foglalkoznak, és mindenki arra törekszik, hogy legyen egy szép és gyors megegyezés a dologban. A normál emberi aggyal erre próbálsz meg gondolni. Ehhez képest ugye született egy döntés, amikor is hát az orosz erők Putyin vezetésével azt mondták, hogy szerintem itt az idő, hogy mi itt a Krimfélszigeten megjelenjünk, srác. Igen. Sőt, most már ugye ott tartunk, hogy kiderült, hogy ez nem új terv. Hát igen, most gyakorlatilag mindenféle információk vannak így a levegőben. Egyébként kijavítanálak, mert ezek nem orosz erők, hiszen nincsen rajtuk semmiféle jelzés. Tehát nem tudjuk, hogy akkor oroszok-e valójában, csak orosz rendszámú járművekkel közlekednek, aha, de magán az egyenruhán nincsen semmiféle jelzés. Ez is egyébként megér egy misét. Tehát, hogy ezzel gyakorlatilag mi alól szeretnék kibújni, teljesen nyilvánvaló, hogy itt oroszokról van szó. Ugyanakkor meg ugye van egy ürügy, ami miatt ők bevonultak, hogy elviekben ők a szélsőséges villongásoktól szeretnék megóvni az oroszokat, az
azokat az oroszokat, akik például a Krím-félszigeten laknak, ugyanakkor akik ukrán állampolgárok, azért tegyük hozzá. Aztán amikor ezeket a felvételeket látja az ember a televízióban, amin ezek a bizonyos védelemre szoruló orosz nemzetiségiek az ukrán állampolgárokat, egyébként az ő honfitársaikat lehet egyébként nyugodtan így fogalmazni, hiszen mindannyian ukrán állampolgárok, rángatják ki mindenféle kormányzati épületekből és verik meg őket az utcán, akkor elgondolkodik rajta, hogy ki szorult valójában védelemre. Az szerintem egy ilyen ellencsapás, tehát ők így, így védekeznek. Tudod, az ott élő oroszok így védekeznek az ukrán kollégák ellen, hogy nehogy nekik jusson eszükbe először támadni. De az érdekes volt, amit mondta, hogy ugye nincs rajtuk jelzés. Nincsen. Viszont orosz rendszámú harci járművekből szállnak ki. Hát leasingelt autóbusz. Olyan, hogy ezeket csak kölcsönkérték. Értem. Igen, sajnos ennél tényleg szomorúbb a helyzet. Meg én magam még egyszer azt mondom, hogy tényleg nem gondoltuk még hetekkel. Értve hát hetekkel ezelőtt már nyilván, de mondjuk egy fél évvel ezelőtt nem gondolta az ember, hogy idáig fajul a dolog. Egy ország belügyéről volt szó, ugye a kijevi tüntetések kapcsán, a kormányváltásról, hogy jöjjön-e az Európai Unió, vagy menjünk inkább kelet felé. Ez volt az alapvető összecsapási probléma. És aztán most pedig azzal, hogy Oroszország azt mondta, hogy ő akkor beszállna ebbe a buliba, ami mondom még egyszer, az érdekes, hogy ők mennyire készültek. Igen, hogy ők is azt mondják egyébként. Titkosszolgálatba beépültek már. Hát igen, meg még hány titkosszolgálatba lehetnek amúgy az beépülve, de egyébként ők is azt mondják például, hogy ez a történet, ez az ő belügyük, csak milyen az a belügy, aminek kapcsán mondjuk érdemes megnézni, hogy a forint árfolyamot például, tehát gyakorlatilag ebben a belügyben úgymond, Oroszország és Ukrajna belügyében gyakorlatilag az egész nyugati világ felszólalt, már mindenki érintve van valamilyen formában, és mindenki veszíthet rajta. Például mi is a forinttal. Hát például. Na ahhoz, hogy ne legyünk mi ennyire, hát hogy is mondjam, fél vakként tapogatózó két ember, hívtunk egy olyan férfit, aki az ilyen ügyekben mindig a rendelkezésünk rá, már nem először tárcsázzuk a nemzetközi helyzet tisztázása véget. Nógrádi Györgyöt, jó reggel, szia Gyuri! Szevasztok, köszönöm szépen! Na, de tényleg így van, hogyha mi magunk már egy picit tapogatózunk, mert nyilván van egy rálátásunk a dologban, nyilván van véleményünk a dologról, de azért szeretjük, amikor te megszólalsz, mert rendben teszel. Én azt hittem, ha én is tapogatózom, rendben van. Hát csak nem, legalábbis reménykedünk. Ha hallgattad már a beszélgetésünket az elmúlt percekben, mennyire állja meg a helyét az az okfejtés, amit mi elkezdtünk? Sajnos tökéletesen igazatok van. Tehát jelenleg ott tartok, hogy az oroszok, és én most elmondanám az elmúlt néhány óra eseményét, nagyon röviden, aztán szóljatok bele. Tehát az oroszok a biztonsági tanácsban azt mondták, hogy ők három ok miatt avatkoznak be. Egy, hogy a krími miniszterelnök kérte, hogy avatkozzanak be. Ez igaz, de a krími miniszterelnökből pár órával korábban ők csináltak miniszterelnököt, és köztük szólva Pali annyira butácska, hogy azt a két mondatot, hogy kérem az orosz csapatok beavatkozását, azt is felolvasta, magyarul azt is a kezébe adták. A második pont, ami az elmúlt órákban újra előjött, hogy a korábbi ukrán államfő Janukovics kérte a beavatkozást. A Janukovics két nappal ezelőtt azt mondta, hogy ő nem kérte, most már azt mondja, hogy ő kérte. Tehát rendkívül gyengék ezek az orosz érvek. A harmadik orosz érv az viszont jó. Azt mondták, hogy február 21-én talán emlékeztek, ott volt az Európai Unió három külügyminisztere, a francia, német és a lengyel, és megállapodtak. Megállapodtak a koalíciós kormányban, a decemberi előrehozott választásban minden. Ezt fél óra alatt rúgta föl az ukrán ellenzék. Na most erre hivatkozni jogilag gyenge, de politikailag az oroszok megtehetik. Még egy mondat, hogy képbe legyen mindenki. Jelenleg az Egyesült Államok rendkívül komoly, kemény embargót akar Oroszországgal szemben. Miért? Mert a valós gazdasági kapcsolataik minimálisak. Mit akar az USA? Hogy erre rákényszerítse az EU-t. Idézőjelben az Európai Unió ebbe beledöglik. A beledöglik az nagyon rossz szó. Mit csinál az Európai Unió? Próbál kibújni az amerikai embargó alól. Ugyanazt csinálja, mint Irán esetében. Iránnál is egy évvel később csatlakozott Európa. Máshogy fogalmazva, az Európai Unió néhány órával ezelőtt ülésezett meghatározott testülete, ahol olyanokat mondtak, hogy nehezítjük a vízumok kiadását. Tehát semmit mondó intézkedéseket hoztak, mert félnek, hogyha a gazdasági kapcsolatokban komoly törés jön be, a
olaj- és földgázszállítással problémák lesznek. Tehát magyarul megint van egy konfliktus, ahol az oroszok úgy viselkednek, mint a porcelánboltban az a bizonyos elefánt. De ez a konfliktus teljesen más, hogy érinti Európát és az USA-t, és utolsó megjegyzés, az oroszok ellen keményen, szokás szerint Kelet-Európa és a skandinávok akarnak fölépni, Nyugat-Európa a brittek kivételével nem. A svéd külügyminiszter azt mondta egy nappal ezelőtt, hogy Európa ott tart, ahol 1914-ben magyarul a világháború előtt. Ez véleményem szerint csacskaság. Az elmúlt percekben a fejtegetésed az egészen messzire mutatott, gazdaság és politikai értelemben is, de van néhány dolog, amiben én így visszautalnék. Mondtad ugye Janukovics nevét, a volt ukrán igen. miniszterelnök nevét. Na most azt hadd kérdezzem már meg így óvatosban, hogy ő most hol is tartózkodik? Oroszországban nagyon jó. És zárójelben jelzem meg, hogy a ő illető továbbra is államfőnek tartja magát. Igen? És az oroszok hivatkoznak rá. Ez persze semmit nem jelent, ez egy hatalmi játék. Így van, plusz ha jól tudom, akkor ugye az ő bankszámlája az az elmúlt évtizedekben jelentősen meggyarapodott, ugye? Ausztriában, Liechtensteinben és Svájcban, és Ukrajnában vezető szerepet aljas módon mondhatom így, nem ő játszotta, hanem a fia, aki milliárdokkal játszott euróba és dollárba. Vele mi van most? Ő Ukrajnában van? Semmi nincsen, semmit nem lehet tudni. Janukovics elkövette azt a hibát, hogy elmenekült szűkenvet családjával, de Janukovicsról nem szoktuk elmondani. Ő réges-régen ott hagyta a feleségét, és összeállt egy 30 éves bombacsinos csajjal, és annak a kiskorú, elvileg nem túl lelejvő gyermekével. Uh-huh. Én már többször mondtam, hogyha a hölgy menedéket kéne Magyarországon, a hölgyet vállal. Hát igen. Mondjuk otthon mit szólnak hozzá? Mondjuk ebben azért még a nejem. Valljuk őszintén, nem sok újdonság van olyan tekintetben, hogy ez nem csak tőlünk keletre, hanem tőlünk nyugatra is történnek azért szép dolgok. A francia államfőtől kezdve. Hát így van, hogy éppen Berlusconira, aki akár még kiskorúakra is ráfanyolja. A Hollandra, a Sárközire, ha bárkire gondolom. Jó, ne gyarró emberek. Igen, ne kanyarodjunk el a témától. Ugye azért volt érdekes mind a két dolog, amit mondtál, hogy gyakorlatilag egy újonnan kinevezett a Krími félsziget vezetője felolvasott egy papírt, amit valószínűleg az oroszok írtak. Nyilván ezt is várták tőle, ezért is nevezték ki. Hát ezért nevezték ki a dolgot. De mekkora befolyása van Oroszországnak Ukrajnában? Létezhet-e az, hogy ez az ország, amit most mi Ukrajnának hívunk, és még nem tudjuk, hogy milyen darabok lesznek belőle, ugye ez is benne van a dologban, létezhet-e, hogy ez az ország teljesen függetlenül élje tovább az életét Oroszországtól? Nem. Én most két hetet Kubában voltam, ahol magyar tájékoztatás nem volt. Én végig az amerikai, német, kínai, orosz tévét néztem. A kínai tévé két héten át egy mondatot mondott. Tessék mondani, Ukrajna jövőbe Európai Uniós vagy orosz érdekszféra lesz-e? Második megjegyzés. Ukrajna keleti fele abszolút orosz. Harmadik megjegyzés. A nehézipar, a hadipar, az atomipar orosz kézen van. Következő megjegyzés. Hát én, ha ukrán vezető lennék, kimennék és szembeköpném magam. A hadsereg elitettségei állnak át az oroszokhoz. A tisztek ezrei, a határőrség, a 4000-es különleges rendőrség a Berkút szőröstől, vöröstől átáll az oroszokhoz. Két hónap alatt majdnem 700 ezer ember emigrált Ukrajnából Oroszországba. Máshogy fogalmazva, ez az Ukrajna önmagában ma nem életképes. Ennek az Ukrajnának 6,4 milliárd dollárt kéne államadóságra idén kifizetni. Nincs pénze. Kína odaad 3 milliárd dollárt arra, hogy kapjon gabonát. A pénzt az ukránok átvették, gabonát nem szállítottak. Kína kéri vissza a pénzt. Ebben a percben másfél napja Gazprom lejelentkezett, hogy minden szép, de 1,22 milliárd dollárral tartozik Ukrajna, addig nem szállít, amíg nem kap pénzt. Az oroszok bejelentették, hogy áprilistól újra megemelik a gáz árát. Tehát ez az Ukrajna ma úgy tudna lépni, ha valaki odaadna neki kb. 25 milliárd eurót. Mit mond az USA? Adjunk pénzt. De az adjunk pénzt azt jelenti, hogy az IMF kormányoknak az Ukrajnában nincs kormány, Nyugat-Európa pedig tudja, ha odaadok pénzt, akkor ez egy láncreakció, pénzt ellopják. A mai vezetés azt mondja, hogy ő soha nem lopott, persze, mert nem fért a pénzhez. Tehát katasztrófa helyzet van gazdaságilag. Én, aki mindig elmondom, egy hülye egyetemi tanár vagyok. Azt nem értem, hogy az oroszok miért nem vártak két vagy három hetet, amikor Ukrajna gazdaságilag bedőlt volna. És más az alaphelyzet.
Tehát miért kellett az oroszoknak annyira ostobán lépniük, hogy a Nyugat, tehát Nyugat-Európa és az USA egy koalíciót hozzon létre ellenük? Nyilván kiszámolták, de véleményem szerint rossz ütemben léptek, de ez a magánvéleményem. Uh-huh, igen, hát igen, mert ezeknek a tényeknek a tükrében az ember tényleg kíváncsi lenne arra, hogy ez az ország egyébként is ennyire kiszolgáltatott Oroszország irányába, hogyha ilyen sok orosz ajkú és magát orosznak valló ukrán állampolgár van, hogy ennyire kötődnek érzelmileg, gazdaságilag, kulturális tekintetben Oroszországhoz, akkor miért nem lehetett volna mondjuk békés eszközökkel ugyanezt megoldani? Miért lehetett volna egy népszavazást kiírni a Krímfélszigeten már korábban, fegyverek nélkül vagy a fegyverek árnyéka nélkül, és úgy dönteni el, hogy hova szeretnének tartozni? Mindenbe egyetértek veletek, kivéve ezt az utolsó mondatot. A Krímbe az ukránok soha nem engedték volna a népszavazás kiírását, de jelenleg ott tartok, hogy Putyinnak nincs belső kontrollja, külső kontrollja sincs Oroszországon belül. Tehát nekem sokkal emberibb lett volna, ha az orosz felsőház 80%-ba szavazna meg a katonai föllépést. Az, hogy 100%-ba, tehát az ellenzék is megszavazza, ez elnézést kérek a legcsúnyább orosz időket idézi. Uh-huh. És ezek a legcsúnyább orosz idők itt valószínűleg nem is múltak el most Ukrajnában, vagy nem is fognak elmúlni. Még egy fejtegetésre megkérünk, illetve még többre is, de van még egy dolog, ugye született egy kedreggeli ultimátum, legalábbis a hírek szerint. Ami blöffnek bizonyul. Így van, ami ugye blöffnek bizonyul. Ezzel próbálták, hogyha Ukrajna ugye feladja magát, ha nem adja föl magát, akkor kedreggel bevonulnak a csapatok. Na most hát a csapatok már, igen, a csapatok már ott vannak. Igen, de azért egyet látni kell. Egy, az oroszok első percben közölték, hogy blöff. Kettő, Ukrajna olyan mértékben megijedte egy blöfftől, amiről el lehetne majd gondolkodni egyszer, hogy kiindította útjára, hogy azonnal nyugati segítséget kért. Három, az a Timoshenko, aki szintén hülyére lopta magát. Én vettem a fáradtságot, és végigolvastam, hogy 2004-ben ő mit mondott. Ő azt mondta, hogy bízzatok bennem, és elhozom a csodát. Tehát ő azért magának elhozta. Persze, néhány milliárd dollárt összeszedett. Tehát ez a Timoshenko azt követelte tegnap habzó szájjal, hogy azonnal vegyék fel Ukrajnát a NATO-ba és Európai Unióba, fordítsuk magyarra. Kezdjük már el a harmadik világháborút Oroszország ellen, majd el akart menni tárgyalni Moszkvába Putyinhoz. Na most a Timoshenkónak, aki egy vérprofi politikus, tökéletesen tudni kell, hogy a NATO felvétel hosszú évek, az EU felvétel hosszú évek. Tehát ugye ezt követelte 24 óra alatt, ez azt mutatja, hogy ő az ukrán átlag állampolgára játszik, hogy szavazzatok rám, újra elhozom a jólétet, én akarok lenni majd májusi választásokon az új államfő. Tehát rendkívül mocskos játékot játszanak a résztvevők, és idézőjelben arra játszanak, hogy az utcaembere nagyobb buta. A helyes kis fonott kalács hajával, ugye. Na most van egy olyan dolog, én elkezdtem ezen gondolkozni, mert te két olyan fontos infót is elmondtál, többet is, de ebben a kérdésben ez nagyon fontos. Az egyik az, hogy ugye Ukrajna most beugrik mindenre, azonnal lecsap mindenre, és az ukrán állampolgárok, akik például orosz ajkúnak mondják magukat, és a teljes ukrán haderő az átsétált Oroszországba. Tehát lassan vagy átállt. Igen, ugye? Hát meg egy része. Most azért elég sok minden elhangzott itt az elmúlt percekben, hogy van egyébként más út, mint az Oroszországhoz való csatlakozás Ukrajna részére, vagy az arra az oldalra való állás? Ez egy nagyon érdekes dolog. Ennek több vetülete van, válaszolnék. Egy, Oroszország jelenlegi célja egy eurázsiai gazdasági unió létrehozása. Ez Ukrajna nélkül lehetetlen, tehát az oroszoknak stratégiai cél Ukrajna. Kettő, említettétek a hadsereget. Hát ha valaha újraírják a Guinness rekordok könyvét, 12 nap alatt Ukrajnában 3 vezérkari főnök volt. A történelemben még ilyen nem létezett. Tehát ez egy nonsens. Három, Ukrajna számára jelenleg a keleti út és nyugati út valami kombinációja kellene. A válság előtt, tehát mondjuk azt, hogy egy héttel ezelőtt az Európai Unió vezetői kerekperet közölték a sajtóban, nem jött le helyhiány miatt, hogy nem kötik meg a társulási szerződést Ukrajnával, mert nem akarják provokálni az oroszokat. Az, hogy az oroszok ennyire buta módon bementek a Krímbe, ez azt jelenti, hogy Európa átgondol dolgokat. Zárójel. Ma hajnalra az orosz hadsereg felsorakozott az ukrán határon. Bármikor be tudnak menni, mert erre orosz felhatalmazás van, elfoglalják az ukrán területekből, a keleti területekből, ahol orosz többség van. Kiváló.
De én újra Budapestről azt kérdezem, mit ér el Putyin? Megszerzi Ukrajna keleti felét? Ha én Putyin helyébe lennék, mindig elmondom, hogy hála jó Istennek nem vagyok. Én arra játszanék, amit ti mondtatok, hogy Ukrajna felett szerezzen meg a politikai ellenőrzést, és nem arra játszanék, hogy ideiglenesen vagy véglegesen ketté szakítsam Ukrajnát. És még egy mondat, itt visszatért a hidegháború. Tehát azért annyit látni kell, amit ti mondtatok, hogy zuhan többek közt a forint árfolyama, zuhan a rubel, a krivnya szétesett. Utolsó. Lehet, hogy Ukrajna fog kapni nyugati pénzt. Mi lesz a feltétel? Energiaárak megemelése, a krivnya leértékelése, máshogy fogalmazva az utca embere attól kezdve taposni fogja az Európai Unió zászlóit, mert az a csoda, amit ők vártak, hogy este lefekszik szegényen, mellette reggel ott van a Claudia Schiffer és x ezer euró, ez nem fog bekövetkezni. Még így a végére gyorsan egy gondolat, mert nemrégiben láttunk Timoshenkótól egy nyilatkozatot a CNN-en, amiben azt mondta, hogy az USA-nak és Angliának garantálnia kell Ukrajna szabadságát, és ezzel némiképpen egyébként utal a budapesti memorandumra, amit ez a két ország, illetve Ukrajna, illetve Oroszország írt alá. Itt nem arról van szó, hogy Ukrajna most megpróbálja a felelősséget áttolni erre az említett két országra, Angliára és USA-ra? Hát arról van szó, hogy Timoshenko be akarja ugratni a nyugati államokat egy Oroszország elleni föllépésbe, beleértve a katonai föllépést. Dehogy nem. Hát ezt mondtam, amikor Timoshenko azt mondja, hogy vegyék föl őket a NATO-ba és EU-ba, akkor a harmadik világháborúra játszik. Tehát a Timoshenko azért végigment minden létező lapon, most ezt játsza, máshogy fogalmazva, bármit megtesz ő is, hogy a hatalomba visszakerüljön, mert tökéletesen tudja, hogy a hatalom rendkívül édes, mert a számára újabb milliárdokat jelent, és nem rivnyába. A budapesti nyilatkozat lényeg az volt, hogy garantálják Ukrajna függetlenségét, azzal, hogy Ukrajna az atomfegyverekről nem mondott. Na most ettől kezdve ezt a megállapodást zárójel, mint mindig mindent az életbe, mindenki máshogy értékel. Timoshenko egyébként az eseted? Nekem igen. Ja, nem, engem kérdezte, bocsánat. Ha engem kérdezel, igen. A válaszom az, hogy 20 évvel ezelőtt igaz? Megért volna egy hét hajtósapkodást, most már maximum 2-3 nap hajtósapkodást. Igen, most már rövidebbet. Na, még egy nagyon fontos dolog van a témával kapcsolatosan. Ugye néhány nappal ezelőtt Obama elnök fölhívta Putyin elnököt az egyik este, és egy másfél órát beszélgettek. Nem arról akarunk veled beszélni még, hogy miről beszélgetünk, hanem hogy hogyan zajlik egy ilyen beszélgetés. Tehát figyeltegeződnek? Van egy vörös telefon a sarokban? Van egy olyan telefonvonal, amely összeköti a Fehérházat a Kremlővel. Tehát gyakorlatilag bármikor bárki közbe tud lépni, és automatikusan megy a tolmácsolás. Várjál, vezetékes? Vezetékes ennek különleges technikája van, hogy elvileg ne lehessen lehallgatni. Aha. Na most, mivel az amerikaiak és oroszok csinálják a Földön a legjobb lehallgatást, tulajdonképpen lehallgathatják ők is önmagukat, de hát azért annak túl sok jelentősége nincs, hogy másnap bevigye Putyin elé egy tiszta az anyagot, igen, hogy ön tegnap ezt beszélt az Obamával. De ilyen vonal van ma már Pekingbe is, és ilyen vonal van jó pár. És azért, ha már ezt mondtátok, akkor egy megjegyzés. Nem véletlen, hogy Kína az összes high-tech eszközéből az amerikai technikát kidobta, mert tudja, hogy lehallgatható. Ugyanezt csinálja most Brazília és India. Máshogy fogalmazva, minden ország abból indul ki, hogyha nagy gáz van, akkor egy illetékes nagyhatalom nem tudja őt lehallgatni. Még egy megjegyzés. És ez komoly. A 90 perces telefonbeszélgetésben mindkét fél elmondta az elvi álláspontját. A probléma az, hogy az elvi álláspontok nem közeledtek. Tehát az oroszok nem fogadják el az amerikai elveket, és fordítva. Máshogy fogalmazva, újra azt mondom, a kelet-nyugat szembenállása olyan fokra ment, mint a szétesés, tehát a hidegháború vége óta soha. Tehát idézőjelben visszakerültünk egy teljesen más hidegháborús állapotba, ennek nagyon-nagyon sok negatív következményéből, aminek egy részét ma még nem is látjuk át. Na, de akkor visszatérve az eredeti dologhoz, ez tegeződve szokott zajlani ez a dolog? Hogy... Hát angolban nincs magázódás. Tehát hát igen, de a formulát azt te is tudod, ugye, hogy azért lehet ott úgy fogalmazni, hogy ez... A G8 csúcson mindig mindenki mindenkivel összetegeződött. Aha. Tehát máshogy fogalmazva, itt nyilvánvaló volt egy baráti hang, de a baráti hang mögött kőkemény érdekek és vonalak. Még egy. Obama az elmúlt másfél elnökségi ciklusában nem ért el sikereket Afganisztánban, Iránban, Irakban, Szíriában lehet sorolni. Nyilván úgy akar bevonulni a történelembe, hogy most Oroszországgal szemben megmutatja,
hogy ez sikerül-e vagy sem, azt az eljövendő hónapok mutatják meg. Izgulunk érte. Nógrádi György, nagyon szépen köszönjük, köszönjük neked, hogy rendelkezésünkre álltál. Most is, mint mindig, korrekt volt zárójelben, pontos zárójel bezárva. Viszont hallásra, legközelebb megnyitjuk újra a zárójelben. Köszönjük, szép napot, jó munkát. Szia. Hát elég bonyolult a sztori, de azért remélem, kemény, hogy kicsit nagyon kemény a történet, és hát sajnos mondjuk így a dolognak a gyakorlat részét nem sikerült így felgöngyölítenünk a beszélgetésnek a Washington és Moszkva között. Igen, azért kíváncsi lettem volna erről részesen, felemelkedett a telefont, és háló, Moszkva, adjátok nekem Kreml? Igen? Vladimirovicsal szeretnék Barak beszélni. Vagyok. Barak. 4 percen múlt el 7:30, lehet jelentkezni a játékra, Óven bácsit és Beru nénit fogjuk majd meghallgatni, 0676450000 ez az SMS számunk, itt tudtok jelentkezni, és ide várjuk a közlekedési infókat is. 3:48 múlt 2 perccel, jó reggelt, sziasztok! Az angol, az amerikai és az orosz beszélgető, ki mivel jár külföldre, az angol hajóval, az amerikai repülővel, az orosz többnyire arckocsival. Igen, nagy klasszikus. Zsolt. Igen. Lehetne. Milyen érdekes egyébként, hogy ez a vicc, ez valószínűleg egy ilyen 20-25 évvel ezelőtt születhetett, és azóta ez még aktuális. Bizony. Kicsit sajnálatos. Vagy újra aktuális. Lehetne hetente Nógrádi övezet is. Így van, így van. Közlekedési infók, Szárföld előtt Farád irányába rendőrök mérik az autósok sebességét, Vakond írta, M1-es 43-as kilométernél a sor 7 óra 30-kor 500 méter, Sudis írta nekünk, köszönjük a pontos infót. Egyes főút Almás Füzitőn egy szaros tehervonat 20 perccel toladgat a sorompónál. Most sem már le valaki, érted? Sőnye már el a máva mosóba, ha annyira szarok. Pilissabánál, Esztergom felé a 10-es úton a 23-as kilométernél a Kopárcsárdánál félpályás útlezárás baleset miatt, ezt pedig Tomi papa küldte nekünk. 4-es főút Kaba és Püspökladány között, Püspökladány irányába fehér tranzitból mérnek, nagyon sunyi módon First Lady-től kaptuk az SMS-t. Köszönjük szépen! Erre az órára pedig még tartogatunk nektek egy Óven bácsi és Beru nénit. Bizony. Óven bácsi és Beru nénit. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Jaj, István, jó reggelt! Jó reggelt, jaj, milyen kis visszafogott vagy ma reggel, hát, ez csak nekünk köszönhető, vagy pedig általában mindenki felé ilyen visszafogott és kultúrát hát, vagy? Korán reggel vagyok kultúrát, mert dolgoztam éjszaka, és most ez a levezetés. Hát ilyenkor már kultúráltra fáradod magad. Igen, meg még rá segítek ezzel azzal, de az már nem tartozik. Az már legyen a tetikod, az még korábban hát a gyerekek is hallanak minket. Hát egy elalvás előtti kis rövid, érted? Mivel fárasztottad magad este? Mit hát, dolgozol? Henteskedek. Hentes vagy? Azt a mindenét. És este melózol? Vagy már itt éjszaka? Igen. De mi ez? Vágóhíd? Vagy mi ez? Nem, ez egy bolt. Aha, és mi volt este? Fekete vágás? Vagy... Miért este? Ez miért nem lehet napközben csinálni? Ott áll el a pult mögött, jön a vevő, mosolyogsz, leszel. Nem akarom. Nem. Aha. Tehát jobb a vevőnek is, ha téged nem lát. Igen. Ezt írtad egyébként. Jó reggelt. Szeretnék jelentkezni a játékra, mert ha nem engem választasz, akkor... Hát akkor nem játszok. Ja? Aha. De ja, csak hát nekünk idáig jött meg az esemény, hogy akkor. Nem fenyegető, csak tényszerű volt az eset. Igen. Nagyon jó. És mit vágtál az éjszaka? Marhát, disznót? Kisebb állatokat, kétlábúakat. Mm. És csirke? Baromfit. Mm. És minek adjátok el majd később? Felsárnak. Illetve a bélszín az jó fizet, ha viszik magukat. Figyelj, ha te szakmabeli vagy, akkor biztos hallottál ezekről a hírekről. Most valami nap láttam a televízióban, hogy mangalicának adnak el kevésbé nemes sertésekből származó húsokat. Hogy ez szerinted, ez, hogy nyilván azt fogod mondani, hogy persze nem fér bele a szakmába, de hát hogy a fenébe van? Tehát, hogy így számomra ez olyan megdöbbentő volt, amikor ezt láttam, hogy elképzel, ráadásul ugye szemmel láthatóan meg lehet különböztetni, egy picit ért hozzá az ember, meg lehet különböztetni egymástól a két húst. És hogy ez miért kell? Hát amíg ló arvan, addig modár is van, tudjátok. Igen. Hát azért kell, mert háromszor annyiba kerül a mangalica hús. Picit. Meg ha elmondanám, akkor meg kellene, hogy jöjjelek benneteket. Jó, figyelj, csináljuk azt, hogy valakit kiválasztunk itt a stábból, akiért legyen nem kár. De ne, csak mondjuk a gyűrűs ujját, érted? Úgyis jobban tetszik neki a szingli élet, nem kell használni. Amit levághatod a gyűrűs ujját, hogy csontozok, és csak áruld el a titkot.
maradjon ez a mi titkunk. Na, és akkor arról egy mondatot, hogy amikor sertést húst árulnak marha húsként, ugye ez volt a lengyel botrány is. Ki megveszi, ez egy birka. Nem lehet úgy átalakítani, nem lehet úgy beszínezni, hogy annak tűnjön? Beszínezni mindent bele. Hát vörösebb ugye a marha hús. Sokkal, meg néha feketébb is. Aha. Ott már nagy a baj, ha fekete. Na jó van, szerintem, hát te, nem vagy, szerintem te nem vagy hentes. Nem baj. Nem baj, nem érdekel, hagyjatok békén, játszunk már. Jó, megmutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Oké. Okay. Istenem, Kínában vannak, a kínai válogatottak gyakorolnak pingpongot. A kínaiak még mindig jók pingpongban. Persze, egész Ázsia. No. Egyre inkább, sőt, már csak ők jók. Mert hogy igen, érdemes megnézni egyébként az európai élklubokat, hogy milyen játékosok vannak benne. Így van, Cseng, Csing, Csöng, és akkor van egy Jürgen is, mert ugye a klubelnöknek a fia. Igen, hát és valakinek kell lemasszírozni a többieket. Jó, jön a dal, figyelj! Jó, hát egy régi nagy klasszikus. Most iszonyat nagy rock közhely. Igen, picit régi zenékben élnek. Motoros találkozóra készülnek. Born to be wild. Az látod, tessé. Hasítasz. A szó átlét és való értelmében is, ugye. Kenyed neki zsűr. Úgyhogy meghallgatjuk a röfrény. És Born to be wild. A Steppenwolf egy hűszeres. De hál' Istennek azokon a fejlődött a stúdiótechnikai. Ez érdekes, hogy ez is milyen ikonikus dal. Ez van. Én akkor a Deep Purple-nek a Füst a víz felett, igen. Amit ilyen kötelező és már halálba unt rock alapvetés. Így van, ugye? Európnak a Final Countdown, és még a lehet. A lélekdolor, jaj. Úristen. Nem baj, jó az azért szeretjük. Hát Isten, kérlek szépen, sokat nem tudtunk belőle kihúzni a szakma rejtelmeiről, de gondolom nem is ezért telefonáltál, hanem az ajándékcsomagért, az megvan. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Szerintem... további szép napot mindenkinek. Viszont kívánjuk. Szerintem dőj le kicsit aludni, jó? Oké. Okay. Rád fér, szevasz. Köszönöm, sziasztok. Szia. Akartál mondani valamit az előbb. Igen, és az is érdekes, hogy húsipari téma, mert hogy hallottam a híremben a kislánynál, a Karolinánknál, azt, hogy levágták ugye az országnak a legnagyobb disznóját, Bélát, aki egy 2,5 méter hosszú, közel 6 mázsa súlyú sertés volt, és hát a dolga kapcsolatban így az jutott az eszembe, hogy egyrészt sajnálom szegény Bélát, hogy ilyen kapitális állatként most így el kellett múlnia, és most valahol fent a hogy hívják okon a mennyi vadászmezőkön túlja a makkot. Igen, hogy mert hogy már kis lábai nem bírták el a súlyát, de hát hogy akkor őt miért kellett addig hízlalni? Tehát, hogy nem lehetett volna a dolognak olyan értelemben valamilyen szinten megállt parancsolni, vagy mondjuk ezt az állatot úgy tartani, mint például a mangalicákat, hogy időnként így kimenne, kicsit sétálgatna, egyrészt a húsa is jobb ízű, vagy aha, jobb minőségű lenne, másrészt meg az ő kis lábai is elbírták a volna. Sétált őt, amíg bírt. Igen? Sétált ő, a vájúi gondolom. Utána, nem a vájúi, és hát valószínűleg ugye az erősebb kutya oda elv alapján, ő ért oda mindig először a vájúhoz, csak evett, hát most mit mondjál? Azért fogyókúráztatni nem lehet egy. Olyan jó lenne, hogyha minden állat számára mondjuk lehetőség lenne arra, hogy mondjuk egy picit így mozoghasson, mert ugye, és itt nem csak azért mondom ezt a dolgot, mert ugye vegetáriánus vagyok, hanem azért is, mert ahogy én olvastam, meg láttam, ezeknek az állatoknak jobb minőségé is lesz a húsuk, ráadásul egy kicsit jobb a kedélyállapotuk is. Képzeljétek, hogy valamelyik nap láttam egy olyan videófelvételt fent a YouTube-on, egyszerűen zseniális volt, sőt, kicsit tovább megyek, majdnem elsírtam magam rajta, mert annyira megható volt a látvány. Kitereltek egy rakás szarvasmarhát, olyan szarvasmarhákat a mezőre, akik életükben nem voltak még mező, mert hogy gyakorlatilag... És nem mertek rávétni a fűre, mi? Nem, a következő történt, azok a hatalmasan nagy darab, elképesztő méretekkel rendelkező állatok úgy kezdtek viselkedni, mintha kis csíkok lennének. Szökeltek, föl alá rohangáltak, gyakorlatilag olyanok voltak, mint nem tényleg elhízott balerinák, akik hosszú évek után kapnak egy lehetőséget a izén, a színpadon, és figyeljetek, elképesztő volt. Tehát, hogy így hihetetlenül módon, gyakorlatilag nem volt, mindenki könnyes szemmel állt a karám mellett, és nézte őket, hogy ezek az állatok, ezek boldoggá váltak abban a pillanatban, hogy kiengedték őket. Nagyba jusszú legények sodorták. Ja, hát igen. Jaj, diska, te! Na mész mindjárt! Hihetetlen, a könnyekig megható látvány volt.
Tényleg. Szabadságot minden egyes állatnak. Az így a, van. Egyébként tényleg az lenne a jó, hogyha így nőnék föl. Az a baj, hogy akkora lett a világ, és annyian vagyunk benne, hogy egész egyszerűen azt az igényt, ami például a hús iránt van, de ugyanez van ugye a gén manipulált élelmiszerekkel, hogy azért muszáj őket manipulálni, hogy olyan termőterületeken, hála Isten egyébként Magyarország ebből teljesen jó, mert nálunk nem lehet, nem engedik be, de hogy olyan területeken, ahol egyébként nem nőne meg a kukorica, meg a búza, manipulálják, ott megnő, és akkor tudnak enni az ember. Na igen. Tehát, hogy melyik kezembe harapjak, ez az hát, a típusú, hogy igen. Igen, jó lenne szabad disznók és szabad nem tudom, szarvasmarhák szövetségében élni, csak ugyanakkor meg nem jutna mindenki. Kevesebb, több boldogabb állat kellene, és egyébként úgy tudom, hogy a mangalicáknál is csak akkor lehet egyébként így standardekről beszélni, amikor ezek a, amikor a mangalicákat hagyományos olyan makkoltatással így nevelik. Így van, ez a például Spanyolországban ugye a legdrágább sonka, a pata negra, az pontosan csak olyan sertésből készülhet, aki makkoltatással nevel. Hát nem tudom, hogy van-e annyi makka a világon, amennyi patanegrát eladnak, de most ez teljesen mindegy, jövünk vissza a hírek után. 3 perc múlva lesz 8 óra. 3 perc múlva 4:49 megindult a Trafipax áradat. M3 Szolnoki lehajtó előtt Szeged felé most állítják föl, Báni írta, Trafi a 9. kerület Vágóhíd utcában, a tűzoltóság előtt, az örményesi vasúti átjáró március 25-ig átépítés miatt lezárva, kerülni Kisújszállás és Törökszent Miklós felé lehet. Ozsvát írta ezt nekünk, Sopron határ felé a Zöld kútnál mérnek, thanks Robi. Tőle kaptuk ezt, köszönjük szépen, 0676 45 000, ez a mi SMS számunk, és jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó János reggelt. És meg Ferenc is, holnap már itt van a főnök, apu. A te hát, főnöket, te apud, legfeljebb. Anyu így szólítja, ő az Anna, ő azt szokta írni nekem tegnap a bejelentkezésnél. Apu itt van a vonalban. Anna apusza. Hát az a fajta bensőséges viszony, ami kettőjük között van, az nekünk csak álom. Egy rémálom. Igen, de... már nem is akarunk eljutni odáig. Szóval holnaptól teljes lesz majd a csapat. Egy nagyon izgalmas internetes hirdetés jutott a kezünkbe, Laci hozta be. 99 centért, azaz átszámítva cirka 375 forintért akarta eladni az egyik fontos részét egy férfi, egy fiatal ember, már úgy fontos részét, hogy nem szervét, hanem a barátnőjét. Hát, igen, valószínűleg megunta a csajt. Mondom a hirdetés szövegét. Hát nem túl szép a kép. A legjobb formájában ábrázolja az asszonyt a kép szerinte. Mondom a legjobb formát. Szürke mackó, rózsaszín plusz zokni, távirányító, laptop, és láthatóan elég nagy rumli veszi körül, és hát azt írta, a leírást azzal a viccesnek szánt megjegyzéssel zárta, hogy a sikeres vevő a szállítást követően nem kérheti vissza a vételárat. Hát ez de. Igen, és egyébként fölment 700 font körüli összegre a licit, nagyon vicces, amikor eltűnt a hirdetés, azt nem tudjuk, hogy ugye a hirdető felület mondta azt, hogy ezt nem lehet, tehát hogy barátnőt nem hirdethetsz, vagy pedig a férfi gondolta meg magát, illetve hát... a nő agyonverte a hapsit. lehet, hogy a licitálást előtte befejezte. Lehet, hogy volt, mert úgy szokták egyébként az ilyen internetes piactereken, hogy be van állítva egy ilyen licit minimum, aha, amit ha nem ér el, akkor ő megszüntetheti a licitet is. Lehet, hogy itt is erről volt szó. Tehát nem ért el azt a minimumot, amit ő tervezett, mondjuk mindig 700 fontig ment fel. Igen, de lehet... 99 centről. Ja, mondjuk igen, tehát ebből az esetben. Hát, indult. Vagy valaki megegyezett vele. Ja, és akkor meg az utcából értem, vagy a szomszéd látta a hirdetést, átcsönget, és azt mondta, hogy én átvenném, figyelj. Félő a dolog, hogy itt nem volt ilyen licit. Nem volt ilyen licit minimum szerintem. A csávó örült volna, ha ez fölmegy egy fontra. Hát igen, lehet, hogy a kedvese vette a lapot, rendet csinált a szobába, és elment mondjuk valahova egy kicsit valamilyen aerob jellegű mozgást végezni rendszeresen. Ez megalázó azért, nem? Hát igen. De figyelj, az ilyen internetes piactereken millió egy ilyen dolgot lehet látni, egészen megdöbbentő történeteket is. Én nagyon sokszor gondolkodtam már azon, hogy van-e valamiféle korlátozás abban a tekintetben, hogy mit lehet felrakni, és mit aha, nem. Hogy erre van-e valami rálátása az oldalt üzemeltetőknek, és vannak-e olyan dolgok, amiket egyáltalán nem lehet felrakni, mert vannak, amik poénból vannak fönt, van, amikor meg olyan dolgokat látsz fönt, hogy egyszerűen besírsz. Tehát, hogy én is láttam már fönt gyakorlatilag, hogy az ilyen emblematikus és ismert elhalálozott légyen keresztül mondjuk például háborús, hordozható csecsemő inkubátorig. Ezt valamelyik nap láttam fönt. Azt én láttam a Fábrinál.
akkor lehet, hogy az a csávó árulja, mert ez egy nagyon jó minőségű volt, össze lehet rakni. Igen, és akkor be egy ilyen háborús csecsemő inkubátor. Na mondom neked a szabályzást, kérlek szépen, mert én készültem. Az Amerikai Egyesült Államokba fogunk most ellátogatni. Egy F-18-as vadászbombázót árult a csávó. Várjál, de tényleg 1 millió amerikai dollárért hirdetett meg. Az FBI szerzett tudomást a dologról, és figyelj, most jön a figyelmeztetés, amit a nagyon szigorú FBI ügynökök valószínűleg egy ilyen K-vonalon keresztül tudattak az eladóval. Kizárólag amerikai állampolgárnak adhassa el a vadászgépet, és nem hagyhatja el az amerikai légteret. Egyébként a biznisz mehet. Ennyi. Ez jött. Tehát, hogyha nem külföldi veszély, és nem akarsz vele kirepülni, akkor megy, egyébként a végül nem kelt el ez a vadászgép. Nem úgy, mint egy MiG-21-es, amit 5 millió forintért 2006-ban egy kínai üzletember megvett. Na. Mondok neked más. Ott mondjuk nem akkora érvágás, hogy azt mondják, hogy nem hagyhatja az országnak a légterét, mert lehet azért repkedni vele rendesen, amíg a honi légvédelemben nem szedi. Mondok neked mást. Egy brita állampolgár a híres angol szellemek egyikét próbálta meg eladni az egyik ilyen aukciós portálon. A webáruház törölve a hirdetést arra hivatkozott, hogy olyan termékek nem árusíthatók az oldalon, mint a szellemek, lelkek és tündérek. Most jön a magyarázat, hogy miért nem. Mivel létezésük számlával nem igazolható. Tehát egyébként, ha a szellemedről van számlád, akkor fölteheted. Ha nincs számlád, akkor nem lehet föltenni. Az egyik legnagyobb ilyen biznisz volt egyébként a Hollywood felirat, a legendás Hollywood felirat, az eredeti, mert ugye ezt azt hiszem 23-ban állították föl, és akkor volt egy csere a 40-es években, és megvolt az emberünknek a régi. De nagy. Tudod, mennyit keresett vele? 100 millió forint. Ne csinálj! 100 millió forintért vették meg egy ilyen internetes oldalon. A másik nagyon nagy biznisz az az volt, amikor egy férfi az izlandi bankcsőd után a teljes szigetet próbálta meg eladni, és oda volt írva, hogy Björk nélkül eladó. Igen, mert őt megtartanánk. Igen, Björk nincs benne a lóvéba, és akár hiszitek, akár nem, elkezdtek rá licitálni, 4 milliárdos ajánlat érkezett. Nagyon jó. Izlandra, és végül is ezt nem vették meg. Nem tudom, miért nem lett. Igen, sikertelen volt a dolog. Szóval óriási. Ami bukta volt, az Britney Spears Los Angelesben levágatott haja, emlékszünk még rá, ugye hosszú szőke tincsek hultak a porba. Azt mondjuk egy DNS vizsgálata lehetett volna igazolni, hogy az övé. Övé volt. Csak mondjuk egy évvel meglepődött volna rajta, hogyha valahol mondjuk az utcán egy bevásárlóközpontban, egy klubban vagy egy koncert alatt, után közben valaki oda megy, és akkor Léci Britni a szádat és beletúr egy ilyen kis fültisztató fácikával a nyelve alá, hogy egy kis DNS mintát tudjon venni. Nem sikerült eladni, 1 millió dollárt kértek az énekesnő hajáért. De egyébként tényleg az volt, mert az a fodrász szedte össze, aki ugye levágatta a haját. Még egy külföldi példát mondok. És közben... Kozsótincs mennyire ment el annak idején? Mert az is árverés lett egyébként, bocsánatva, szerintem a Zene TV-n. Micsoda, 6200. 6200, és arról tudtak számlát adni? Nem tudod, Laci, te ilyen kozsótincsekbe otthon. Mennyire ment el a kozsótincse? Mennyit adtak érte vajon? Ha valaki tudja, akkor írja meg azt is írjátok meg, hogy ti milyen bődületes baromsággal találkoztatok már ilyen netes hirdetésen, vagy esetleg adtatok föl. Tehát, hogyha te magad sikerült valami olyat eladni, amire azt gondoltad, hogy ez az életben nem fog elkelni, akkor a 0676450000-es számon írhatsz, és akkor még egy utolsó külföldi példa, egy ausztrál férfi sikeresen adta el a teljes életét az internetes oldalon, figyelj, 100 milliós vételárat fizettek ki érte, tartalmazta a házát, minden ingóságát, egy próbaidőt a munkahelyén, tehát hogy tud-e majd odajárni a csávó helyet, valamint egy személyes találkozót és bemutatkozást az összes ismerősével és rokonával egyetemben. Tehát, hogy megvetted az életet, tiéd a ház, az ingóság, a melóhely, ha akarod, ha megfelelsz, és ugye a rokonok is. Nagyon jó, te sokat barangolsz a neten, mivel találkoztál még? Hát figyelj, millió egy dolog. Általában én mondjuk azért célirányosan keresgélek az interneten, most például egy második világháború a katonai Antonci íra. Nem lehet rágyógyulva. Mit? Mert rajta van önkényuralmi jelkép van rajta. Mármint mire gondolsz? Az Antonci íjon nincs önkényuralmi? Nincs. Semmi? Nincs. Akkor nincs. Lehet. Semmi, köszönöm szépen. Jó, mert én úgy tudom, hogy ha bármi olyan, ami önkényuralmi jelkép, azt nem lehet hirdetni, de van segítségünk is. Dobra Péter, az egyik legnagyobb internetes hirdetési portál apró hirdetési üzletág igazgatója van velünk. Szia Péter, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Na, hallgattad ezt a beszélgetést, akkor nyilván neked is megütötte a füledet egy a rakás olyan dolog, amit még nálatok nem hirdettek, de nálatok mi volt az, ami a legbizarabb kategóriának számított? Hát volt egy egész érdekes álláshirdetés, amelyben szakdolgozat írásához önkéntes segítőket kerestek.
A segítőknek nem lett volna más dolguk, illetve nem volt más dolguk, mint havi 180 ezer forintért folyamatosan alkoholt inni, és ennek az eredményeit. Hát jó, arra emlékszem, igen. Igen, én úgy tudom, a Morning Show-ban is szerepeltek. Igen, beszéltünk is róla, igen. Így van. Azzal mi lett? Betöltötték az állást? Gondolom igen, az utóéletét nem követtük nyomon. Azt látjuk ugye, hogy ennek a Facebookon is alakult egy elég szép számmal rendelkező követőkkel, elég szép követői számmal rendelkező csoportja. Úgyhogy reméljük sikeres volt a kísérlet, és sikeresen lediplomázott az, aki... Igen, és reméljük, hogy mindenki jól van, ugye a tesztalanyok közül. Igen, mondjuk 180 ezer forintot, azt mi is beszéltük, hogy azért ott valószínűleg van valami kis susmus mögötte, hogyha valaki ennyi pénzt szán arra, hogy mondjuk 5 ilyen tesztalanynak havi 180-at kifizet, az azért nem kevés pénz. Pénzért én azért nem egy rossz dolog szerintem, illetve sokak szerint, főleg a szlávok szerintem. És van-e valamilyen szabályozás nálatok arra nézve, hogy mi az, amit fel lehet tenni? Teszem azt például mondjuk emberi maradványokat. Egy emberi koponyát fel lehet-e tenni mondjuk nálatok? Hát tulajdonképpen legtöbb olyan dolgot megengedünk, amelyet törvényi szabályozás nem tilt. Ugye a felhasználási feltételeikben kitérünk arra, hogy mi az, amit szabad és mi az, amit nem. Itt ugye szerepel egy ilyen kitétel, hogy emberi szervek, szövetek nem helyezhetők fel. Uh-huh. Egy preparált koponya szerintem felkerülhet, de mondjuk ilyen hamvak, vagy kéz, láb, ilyesmi azért nem feltétlenül. Tehát a vesét ne itt keresse az ember. De ha például én eladnék egy jó minőségben megmaradt, mit én, urnát, amiben hamvakat, és benne marad a nagymama. Alapvetően ugye azt nem vizsgáljuk, hogy nagymama maradványai ott vannak-e még, vagy sem, de az urna az minden további nyelvű. Igen, mert te nem a nagymamát árulod, hanem az urnát. Hát most benne van, Isten, csatolt rész. Mondta, hogy mondta az előferi, hogy ezt a Britney is a hajtincset, hogyha mondjuk egyéb ilyen értékes, valamilyen sztártól származó dolog kerülne föl az oldalatokra, teszem azt például, mit tudom, egy szigetes koncert után látná valaki, és fotóval is tudná bizonyítani, hogy két szám között Robi a színpad mögé ment, lekuporodott, és alkotott egy kisebb csomagot, és valaki mondjuk ezt földobná nálatok, mint a sztárhoz tartozok is. Akkor mi lenne? Akkor nem mondanátok azt, hogy hát gyerekek, ez egy picit, ez sok, inkább hagyjuk. Tehát, hogy nektek egyáltalán van vétójogotok? Tehát mondhatjátok azt, hogy köszi, de ezt már nem? Így van. Mert a belül kifordult tőle? Ugye minden hirdetést ellenőrzünk, ami felkerül az oldalra. Az egyik legfontosabb szabály, hogy azért a hirdetések olyanok legyenek, hogy senkit ne sértsenek, tehát személyiségi jogait ne sértsék. Érdekes kérdés, igen, tehát hogyha egy ilyen alkotás, még hogyha sztártól is származik, ez vajon sérti az ő személyiségi jogait? Valószínűleg nem azért alkotta, hogy ezzel kerüljön fel a slágerlistákra. Állítólag az egyik hirdetési portálon például SP használt zsepijét is hirdették. Mm. Hogy egy koncerten mielőtt fölment volna, ugye most már őt Éder Krisztiánnak hívják, egy kiváló fotós egyébként, a koncertre, ahogy fölment volna, kifújta a nózit, és letette a színpad mellé, és valaki azt elvitte. Valaki megszerezte SP PG-t. De azért az is valakinek erre van igénye. Tehát ilyen esetben ti nem álljátok útját ennek a biznisznek. Alapvetően nem, mondom. A lényeg az, hogy ne sértse az illető személyiségi jogait, tehát ezt mérlegeljük. Tehát ha például a nejem benne lenne abban, hogy én is akár csak itt ez az említett hirdetés, ez az amerikai, illetve pontosabban Brit Story-ban történt, hogy a feleséget felrakta az internetre, fickó, hogyha mondjuk ebben a nejem benne lenne, mert és akkor úgy érezni, hogy nem sérti ez az ő személyiségi jogait, akkor minden további nélkül felrakhatná? Hát úgy gondolom, hogy nem. Tehát azért egy élő személyt ne tegyünk fel a hirdetési oldalra. Aha. Na jó, hát ez csak bízd csak rám. Hogy kit akar árulni. Figyelj csak, ha már ilyen legekről beszélgetünk, hogy a legextrémebb, akkor pénzügyileg például lehet csúcsot mondani, hogy mi volt a legnagyobb biznisz, ami nálatok kötődött? 6 kiló alatt. Ipari ingatlan, illetve beruházásra alkalmas területek, tehát ugye ezért, ezek jóval több milliárdos érték fölött vannak. Aha. Ilyenből azért fordult elő szép számmal az oldalon. És akkor ezt fölteszi az, aki szeretné. Tehát gyakorlatilag akkor ott már hirdetési portálnak használ benneteket, nem aukciósnak. Jól értem? Hát ugye ez egy apró hirdetési oldal, tehát aha, nem is aukció, tehát nálunk csak egyszerű hirdetéseket lehet feltölteni. Aha. Tehát ez több millió forint volt akkor, ami... Több milliárd. Ami, milliárd? Ilyenkor 100% van? Ti hogy kerestek ezen a biznyákon? Nem keresünk, tehát ingyenes az oldal. Ugye bárki ingyenesen feltölteti a hirdetését. Persze, hogyha szeretné azt, hogy
gyorsabban elmenjen, akkor lehetőséget akkor van arra, hogy kiemelje. Azért, amikor láttad, hogy a leütési ár 3 milliárd, akkor így volt egy nyelés, nem? Hogy gyerek, egy 0,5%-ot azért levehettünk volna a tranzakcióból, nem? Igen, hát ez az oldal, ez nem így működik. Aha. Pár évvel ezelőtt volt egy ilyen nagyon furcsa hirdetés, engem az megmondom őszintén megmozgatott, pontosabban a fantáziát megmozgatta, és akár még rá is repülettem volna, mert hogy Szendrőlát község határában árultak egy ilyen hegyet. Ilyen helyecskét, amin amúgy meg volt egy koraközépkori vár is. Pontosabban a várnak a romjai. Igen, erre emlékszem én is. Úgyhogy, hogy például nem tudom, szerintem azóta is ott van. Hát gondolom, a várat nem vitték el. Úgyhogy, de vannak ilyenek, igen. Tehát érdemes böngészni az ingatlan kategóriát, mert igazi csemegékre lehet találni benne. Uh-huh. Péter, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltások, mindent megtudtunk, és ezentúl, hogyha Jani el akar adni valamit, vagy valakit, valamelyik családtagot, akkor hozzá. Csak nálatok. Köszönjük szépen, szia. Szevasz. Én is köszönöm. Szevasz. Hello, hello. No, hát jöttek érdekes SMS-ek a hallgatóktól. Magyarország legnagyobb licites oldalán találkoztam 1000 forintos normál banki egyel, tehát sima ezres, 5000 volt az induló ár. Óriási. Tehát vehetsz egy ezres, 5000-ért? 500%-os haszon. Nagyon kemény. Nem nagyon rossz. Jó. Mire hivatkozhatsz azon, ugye? Hogy mi az, amiért neked ez? Tehát mit ír oda a hirdető, hogy ezzel használt 1000 forintos banki egy eladó, és na, mivel tudsz fölhúzni egy ezrest 5000-ig? Egyszer volt a, nem tudom, a Kozsó zsebében? Aha. Jó, ezt nem 5500. Találkoztam már birodalmi lépegetővel, komplett élő rohamosztagossal egyetemben. Én nagyanyám használt műfogsorát dobtam fel, elkelt 40 mátyást adtak érte. Írja Pisti, de ott a mosolyjel. Úgyhogy azért az gyanús, de van. Ilyeneket egyébként simán lehet találni. Mm. Tehát, hogy egy műfogsor, mondjuk nem tudom, hogy kinek van gusztusa vásárolni egy műfogsort, de azért például el tudom képzelni, mondjuk egy fogtechnikus vásárol magának azért otthonra, hogy azon gyakoroljon, hogy mit tudom én, ennyire nem értek hozzá, de hogy simán bele. Beleférhet. Na most akkor elmondom neked a legendáriumot, ami az ecseri piaccal kapcsolatosan a többi mellett él, hogy ott van egy bácsi, aki egy ilyen kis asztalon használt műfogsorokat árul, halálkom olyan, és állítólag van olyan, aki oda megy, bepróbál, ez jó lesz, Sanyika, akkor ezt kérném szépen. És van mellett egy pohár vizet, hogy belőtte bele mártja. A higiénia kedvéért. Világos, csak azért, hogy elmossa. Én egyszer olyat láttam internetes hirdetési portálon lefényképezve, 3 darab rozsdás szög, antik szög eladó, darabja 1000 forint. Van ilyen. Az is tök jó. SP használt zsepiét, azt már mondtam. Egy mezőgazdasági honlapon ez a hirdetés volt. Fejtsétek meg, kérlek. Használt tűzifa eladó. Túlvizes volt, nem gyulladt meg. Nagyon jó. Volt egy csóka, aki egy ilyen hirdetési oldalon pixeleket árult, felrakott egy nagy felbontású képet, és annak a pixeljeit árulta $1. A poénból betegre kereste magát, minden eladott pixelt levett a képről. Tehát de azt mondtad, hogy amit én a képen a 4000. sor 568000. pixelét megvetted egy dolcsér, akkor az eltűnt a képről. Teljesen ebben van. Óriási. Egy másik portál hajtogatott papírhajó lapra szerelve 5 forint. Tehát az micsoda? Egy papírlap. Az egy abszolút sima papír. Zseniális. Ez zseniális. Figyeljetek, az ötletek nekem nagyon bejönnek. Ez óriási. Óriási. Írhattok még, várjuk ezeket szeretettel, tisztelettel, 1 perc múlva lesz 8:30, utána pedig fölhívjuk majd azt a férfit, akivel már azt hiszem 2 héttel ezelőtt beszélgettünk. Így van, Erdély Zsoltról van szó, aki gyakorlatilag élete egyik legfontosabb meccsére, a búcsú meccsére készül jelenleg, ami ugye szombaton lesz Kecskeméten. Most már ezt bejelentette, hogy búcsú, mert ugye volt egy ilyen, hogy nem biztos. Megkérdezzük, mert itt is mindig mindent lehet hallani, az a biztos, amit a Zsolt mond. 3-as ugrásra is tudtok jelentkezni, plusz várjuk a közlekedési információkat. 0676 45 00, ez a mi SMS számunk, a hírek után jövünk vissza. Szevasztok, jó reggelt, 2 perc múlva 3:49, Budakesziről egy hír, a főút Erkel utca kereszteződésében a 22-es busz neki ment a táblának. Arra szól a forgalom, Bendegúz írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Nagyon sokan írtatok az előbbi témához, az ezres, ugye mondtuk, hogy egy ezerest 5000-ért árulnak, a sorozatszáma miatt érhet többet, például mondjuk, ha az első 500 darabban benne van, akkor ez már is megdobja az árát. A Metallica a nem felhasznált riffjeit árulja. Gitárriffeket. Lito, az én kedvenc hirdetésem az egyik apró hirdetési labból, 4,5 éves barna medve ingyen elvihető, szelíd.
A Kozsótincsről is van hírünk. Na mennyi volt? Nem tudjuk. Nagyatádra került, és nyeremény volt, de ez nem valami jótékonysági célból. Én úgy emlékszem, hogy azért valami pénzt fizettek. Aha. Igen, én is úgy emlékszem, hogy azért valami lóvét adtak, mert hogy a Kozsó úgy ajánlotta fel ezt a becseserekét, hogy valamiért cserébe. Gondolom inkubátor. Hát ez nyilvánvaló. Igen. Új hógolyó volt felrakva, komoly leírással 40 ezer körül állt meg az ára. A licit az is jó. És egy nagyon izgalmas, érdekes, aranyos hír. Tegnap reggel a Szentendrei úton, már ideig nem aranyos, kigyulladt egy autó. 100 autóból egy állt meg, és az az egy bebe volt a Back to Black énekese. Rajtatok keresztül szeretném neki megköszönni még egyszer az önzetlen segítségét. A Autómentős Gergő írja. Na, aranyos bebe. Így van, szerintem hallotta is most ezt az SMS-t, meg azt, hogy megköszönték neki, mert rendszeres hallgatónk. Így van, és most akkor visszafelé is arra autózik, és megállt, ha még ott áll valaki. No, kérem szépen, hamarosan elérkezik az az idő, amikor Erdei Zsolt, hát állítólagosan búcsú meccsét láthatjuk majd. Nagyon bízunk benne, szerintem többen is vagyunk, akik azt mondják, hogy ha most ez egy győztes meccs lesz, egy győztes mérkőzés, akkor hát, ha megrázza magát még ez a fiú. Ugyanakkor tudjuk, hogy 40 éves, tudjuk, hogy már van más dolga is a világban, ugye elkezdett edzősködni, és állítólag imádják, mint edző. Egy nagyon-nagyon tehetséges, szuper férfiról van szó, akiért tényleg kár lenne, mert az élet ráadásul elég kegyetlen volt vele, ugye emlékeztek az univerzumos történésekre. Igen. Hogy nem őt tolták be az első sorba, pedig a tudás alapján neki kellett volna ott lenni. Hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz ez a mérkőzés, és hát ha utána ő még megrázza magát egyszer, de ezt most meg is kérdezzük tőle. Erdei Zsolt, madár, szevasz! Jó reggelt, szervusok! Jó reggelt, szia! Jó reggelt! A reggeli edzés előtt vagy, vagy már közben? Előtt vagyok. Előtt. Hát figyelj, kipihenten érted egy jó reggelével, és akkor utána mehet a dolog. Madár, akkor rögtön térjünk is a lényegre. Biztos, hogy az utolsó? Most úgy készülök rá, igen. Most úgy készülök rá, hogy az utolsó. Hát, kevés a valószínűsége annak, hogy folytassam, de mondom azért még ezt lebegtetem egy kicsit a levegőben, mert ez tényleg attól függ, hogy fogom magam érezni majd a mérkőzésen, és hogy mit fogok tudni kihozni magamból. Tehát ha mondjuk Szalvát, az ellenfeledet rommá vered az első menetben, és egy óriási hangulat lesz, akkor az adhat olyan löketet, hogy azt mondta, hogy hát gyerekek, még három meccset azért csak megboxolni. Hát hármat semmiképpen, de még az is elképzelhető. Mondom, kevés rá az esély most így ebben a formában, de elképzelhető. Az biztos egyébként, hogy iszonyatos az érdeklődés a meccs iránt, de gyakorlatilag az összes jegy elfogyott. Az első nap. És igen, az első néhány napon gyakorlatilag szanaszéjjel vitték az összes jegyet, úgyhogy mindenki nagyon kíváncsi rá, tehát nyilván a többiekre is. Mert hogy például Bedák Zsolt is a ringbe fog majd lépni ezen a napon, és hát azzal az emberrel készülsz, akivel gyakorlatilag összefort mondhatni így az univerzumos pályafutásod, Fritz Dunekkel, ugye? Így van. Ott hát ő most melletted is a kocsiban, az anyósülésen? Nem, ő most a hotelben van, ott találkozunk az edzőteremben, tehát tulajdonképpen ez egy nagyon jó gála lesz, hiszen más jó bunyósok is fognak boxolni, Kovács Apiza, Kelemen Balázs, Pedák Zsoltól nem is beszélve, tehát azért nyilván nem fölözhetem le magamnak csak az érdemet, hogy ilyen gyorsan elkeltek a jegyek, de minden esetre ez tényleg egy fantasztikus dolog, hiszen egy nap alatt elkapkodták, talán lehet, hogy meg lehetett volna kockázatni egy esetlegesen nagyobb vagyis egy nagyobb termet. Csarnokot, köszönöm. Meg lehetett volna. Meg lehetett volna, de hát ezt az ember nyilván előre nem láthatta. Úgyhogy óvatosak voltunk ezzel kapcsolatban. A nagy érdeklődése való tekintettel nem tudnátok két előadást csinálni egymás után? De, már gondoltunk rá. Gondoltunk rá. Az lesz, hogy szombaton boxolok egyet, mindenképpen, és aztán vasárnap egy ilyen romi box lesz, amikor a Balázsra lépek majd tudni. Az is jó, az is jó. Mert ő most nincs itt. Megadom a Balázsnak a lehetőséget, hogy kiegyenlítsen. Máshogy készül az ember erre a meccsre, mint az összes többire, hogy az utolsó? Más a motivációd, más az indítatás benne, és akkor éppen ezért máshogy kell hozzáállni a dologhoz? Az indítatás az mindenképpen más, de ugyanakkor ugyanazt a melót végzem el, ha nem többet, hiszen azért csak itt homboxolok, csak elméletileg az utolsó mérkőzésem, tehát óriási teher is van a vállamon, hiszen mindenki kíváncsi, hogy
hogyan fogok szerepelni, és nem bőghetek le. Tehát most nagyon meg kell mutassam a népnek, az embereknek, a külpolóimnak, hogy tényleg Erdei Zsolt az még ott van a szerepen, és nem véletlenül vállalta be ezt az utolsó mérkőzést. Mi most a tét? Miért küzdötök? Fél nehéz súlyú Európa bajnoki öv? Igen, ez egy VB Európa bajnoki cím. Hát ez még nem volt a tarsajomban, úgyhogy nagyon jó lenne ezt megszerezni. Bizony, ezzel mondjuk szép búcsú lenne, az tény és való. Ugye megérkezett már az ellenfeled, találkoztatok már? Dzsomárdásvilivel? Ilyenkor ez nem is szokott így mérkőzés előtt, hogy így összefutnak a boxolók? Vagy csak a mérlegelésen. Ugye, hogyha lett volna sajtótájékoztató mondjuk a hét elején, akkor összefutottunk volna már a sajtótájékoztatón, de a mérlegelésen mindenképpen találkozunk, ez pénteken lesz, délután utórakor, és akkor azért majd egymás szemébe fogunk tekinteni. Egy kis ijesztés ott belefér. Nem hiszem, hogy különösebben ijesztjük majd egymást. Ráérünk. Igazából a meccs előtt mindenki olyan bátor, meg olyan vakbuzgó, aztán amikor bekerül a ringbe, és jön felé a bal egyenes, vagy a jobb egyenes, akkor már teljesen megváltozik a kép. Igen, akkor mindjárt más a helyzet egy olyan ütős szituációban. Én annyira bírlak téged, Madár, ahogy te kezeled itt a mérkőzés előtti dolgot. Ha én valaha életemben eljutottam volna arra, hogy nem, hogy ilyen címmeccset vagy tétmeccset boxolok, de egyáltalán boxolok egy ringbe, én egy héttel előtte már szétizgulnám magam. Már szerintem üvöltöznék. Már pelenkáznák a Feri. Na, gyerekek, na, mindjárt megyünk. Te meg itt halálnyugodtan mondod, persze, készülgetünk, csináljuk, hát ez a dolgunk, mindjárt meccs lesz. Figyelj, de én már 30 éve üzem ezt a szakmát, tehát nem az első mérkőzésemre készülök, és nyilván azért bennem van az izgalom, hála a jó Istennek, mert az izgalom az mindig egy jó teljesítményre fokozza az embert. Ugye az adrenalin ilyenkor felmászik az embernek az agyába, és az sokkal gyorsabbá teszi, sokkal hatékonyabbá. Egyébként a felkészülésedet, most ugye valamennyire nyílt titok, ugye, az is mondjuk így különlegesé teszi, hogy ezúttal többféle szempontból is hazai pályán készülsz, mert hogy Újpesten, a Madárfészekben, a saját boxakadémiádban készülsz fel a meccsre, ugye? Így van, így van. Ha már van, akkor hova menjen az ember, ugye? Van hol öklözni. Óriási szerencsém egyébként, hogy Fritz is el tudott jönni, tehát az utolsó 4 hét szakmai munkáját vele tudtam elvégezni, ez nekem egy óriási dolog, egy nagyon összeszokott jó csapatot alkotunk mi ketten. Úgyhogy az még pluszban, hogy a Madárfészekben edzetek, és tényleg ott a gyerekek is egyrészt nézhetők, másnap bejöhetnek az edzőterembe. Tapasztalatszerzés szempontjából, az ő tapasztalatszerzésük szempontjából is ez nagyon jó. Egy kicsit beletekintenek a profi világba, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen előnyükre válik. Fritz egyébként így ad nekik tanácsokat, nézegeti azért őket valamilyen szinten, szakmai szemmel mondogat nekik dolgokat, mert nyilván ez is nagy élmény lenne nekik. Nyilván, de a Fritz azért nagyon le van foglalva velünk, hiszen ott a Gomez is, akivel foglalkozik, ja. Ott a Bedás Zsolti, akinek ugyancsak néhány taktikai, technikai utasítást mond, és hát természetesen én. Tehát ez a három ember azért alaposan lefoglalja őt. Egyébként megjegyzi, hogy azért vannak itt ügyes gyerekek. Tehát azért ez elhagyja a száját, az ilyen mondatok elhagyják a száját, de egyébként úgy tanácsokat nem osztogat, hiszen azért nyelvbeli különbség is van köztük, hiszen ő németül beszél. Meg hát az sokba kerül az ő tanácsa. Hát igen. Nem úgy van az, hogy csak ingyenes okosságot. Figyelj csak, van még egy hír, hogy volt egy kisebb sérülésed itt a felkészülés alatt. Ebből mi igaz? Semmi. Képzeljétek el, sikerült egy olyan felkészülést abszolválnom eddig, amikor sérülés nem hátráltatott. Ennyi. Na, akkor ezek még jobb kilátásai vannak ennek a meccsnek. Mikor lesz pontosan, és lehet-e látni televízióban, mert ugye bejutni már nem lehet? Ha jól tudom, akkor 9 óra 30 perctől kezdődik a közvetítés. Uh-huh. A Bedák Zsolti mérkőzését adják élőben, valamint, hogyha a Zsolti adja Isten ideje korán végezne, és az ő kezét gyorsan felemelnék a magasba, akkor lehet, hogy még a programba belefér még egy mérkőzés, addig, ameddig én következek. Uh-huh. De az biztos, hogy a Bedák Zsolt és az én mérkőzésem lesz.
Közül. Tehát az a kettő az menni fog, de hogyha az első gyors menetben kivégzi az ellenfelét Berák Zsolt. És az M1-en, ugye? Valaki. M1, aha, én is ugye. M1, így van. M1, jó. Nem tudom, mit kell kívánni ilyenkor. Mit szoktatok mondani egymásnak? De teljesen minden, csak őszintén. Azt jövő. Őszintén. Csapjál oda neki, szedd szét a csávót. Veled van az egész ország. Erdei Zsolt. Köszönöm szépen. Tényleg köszönjük szépen. Vagyunk. Köszönjük. Meg köszönjük akkor az elmúlt 30 évet is minden egyes győzelmet. Szép én volt, ha itt a vége. Az szevasz. Szia, madár! Szia! Hello! Elbírom ezt a srácot, nem? Végig boxolt 30 évet, marha nagy sikerek. Mondjuk lehet, hogy egy kicsit ez is volt a baj, hogyha ő erőszakosabb, jobban megy előre, nem? Hát, fene tudja. Tehát, hogy szerintem inkább ide egy jó menedzsment kellett volna, de hát persze, hogy újtjuk a témát, úgyhogy nem tudom, hogy mi mehetett átérve, komoly dolgokról volt ott szó, meg komoly pénzekről, lehet, hogy más érdekek döntöttek. Na mindegy. Jó lenne látni egyébként élőben a gálát, én továbbra is azért teszek azért. Rajta vagy a meghívás? Persze, persze. Hát, és gyakorlatilag, hogyha mondjuk én ott vagyok, nyilvánvaló, hogy ti is ott vagytok, ha akartok. Világos, ha nem. Viszel magaddal bennünket. 5 perc múlva lesz 9 óra, már is játszunk valakivel. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Jaj, na majd meglátjuk ezt a szombat estét, hogy mi lesz játékosunk. Tamás, szia, Győrben vagy. Sziasztok. Jól szia. Tudom, Győrben vagy. Így van, így van. Ma minden játékosunk kultúrált és kimért. Így van, nem akarnak beszélgetni. Lehet, hogy őnek is titkos szakmája van Tamásnak. Mit csinálsz? Nem titkos. Sofőr vagyok. Aha. Szállítottál, vagy most hozol vissza árut? Hoztam ide Győrben. Na, tényleg szükszavú, szerintem is. Nem. Hát az autóiparban hoztam, most nem hallottam. Ja, négy karikásokhoz vittél valamit. Aha, egy beszállítótól. Jó, ja, jó, akkor szerintem kezdjük is el a játékot az első kérdéssel, ami ugye könnyed lesz, és szexi, és egyszerűen átugorható, és nyakba akasztót fogsz kapni érte. Melyik sportág egyik világhírű csapata, a Chicago Bulls? A kosárlabda. Akkor az ígyszer. Meg is van. Következő kérdés, egér alátétért vagy szatyorért. Hogy nevezik idegen szóval az eszkimók hókunyhóját? Biztos, hogy tudod. Vannak ilyen harudacskák is. Az igló. Lú. Igen. Harudról beugrat. Jó, hát egy, hogy hívják, mindegy, egy 75%-os. Nem baj, jó van, elfogadjuk. Na, a harmadik kérdés, annyit segítünk, egy filmes kérdés, ez egy picit talán nehezebb lesz, hogyha mondjuk milyen korosztályhoz tartozol? Hát a 40-es. Ó, hát akkor ezt tudni fogod szerintem. Ennek működnie kell gyakorlatilag. Aki ezt a műfajt szereti, az ilyen típusú filmeket, az mind látta már ezt a mozit. Az 1000% gyakorlatilag. Évente egyszer legalább leadják valahol. Mehet? Igen, igen. Nézzük meg akkor. Tehát akkor sapkáért. Ki játszotta a Kelly Hősei című háborús kalandfilmben Kellyt? Clint Eastwood. Jaj, de jó vagy! Mondtam ez az. Király vagy. Meg is vagy, légy kosutottál. Tamás, végig ment minden, úgyhogy nyugodtan hátradőlhez szuszokálhatsz egyet a kamionban, amíg pakolják. Hát, lett időmre. Amíg pakolják az árut. Köszönöm. És egy most... üzenetet átadhatok. Nyekko üdvözöl benneteket, szokott SMS-t küldeni. Ott van veled? Mindegy. Nincs velem, csak beszéltünk vele. Igen, így van. Ja, csak beszéltél vele, és mondtad, hogy adj, vagy mondta, hogy add át. Üdvözlök mi is Nyekkát. És figyelj, most úgy, hogy kipakolják a kamiont üresre, betesznek két A4-est, és azzal visszajössz? Hát nem. Nem, az olyan túl szép lenne. Én így nem így történik. Oké, Tamás, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Jó munkát neked. Sziasztok. 3 perc múlva lesz 9 óra. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Ami nem jelent más, már hogy a 3 perc múlva lesz 9 óra, mint hogy itt van. Már érzem a prémium kategóriás parfümjének az illatát. A prémium kategóriás gondolatokat. Nagyon jó témákkal, nagyon jó, ami böki a csőrömet, rovattal, és amit csak el tudtok képzelni, így itt van velünk. A pop királya. Kassa Tibi! Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Na, ez a szignál holnaptól lesz igaz, már mint a három névvel, Sebestyén Balázs.
neve ugye felmerült a szignálban, helye is van itt, holnap reggel. Most még tessék pihenni. 3 perc múlva lesz 4:10, újabb trafi a 4-esen Karcagnál, a 158-as kilométernél mérnek a fiú Kék Király, M3 Budapest felé Görbeháza, MOL, trafi, Steve-től kaptuk, 10-es út, Vörösvár után Dorog felé teljes az útzár. Gabó írta, hogy miért, azt nem tudjuk. M3-as a 107-es kilométernél Nyíregyháza felé a magyar benzink, ez ugyanaz lehet, 4-es 184-es kilométernél Fehér Fort Transit buszból trafi, és akkor Jég Király ezek szerint mind a kettőt látta, vagy mind a kettőbe belefutott, azt csak remélni tudjuk, hogy nem így történt. Jöhetnek az infók a 0676 45 00 00-as SMS számon, várjuk ezeket. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Karkakassa Tibi! 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 De sokan vagytok. Figyelj, megérdemelte. Több szólamban nyomjunk erre a pillanatra. Na, mi van a góréval? Mert nem nagyon volt szól róla, hogy iszik egy koktélt az egészségemre, de nem... Megtette. Képzeld, de tegnap fölhívtuk 9 óra után, ugye elkezdtünk kicsit beszélgetni a tegnap esti műsoráról, és ezt hallottuk közben, hogy... Igen, szívottad benneteket. Nem mondta, hogy van egy mojító nálam. És azt iszogatta. Nem lehet, hogy itt takarítgattak, és mojírtó volt, és nyomogattad az, csak annyira tele volt rovarral a gyenge szóvicek. De egy említett engem? Tehát csak azért kérdezem, igen, hogy tudja. Mondta, hogy és csak... Tibivel mi van? Volt? Nem így említett. Mi van Tibivel? A beszélgetés nem, előtt és után említett. Nagyon sokszor. Mondta, hogy mi újságot van a hülyékkel? Vagy? Tehát gyűjtő néven szólított meg engem? Igen, hogy jó voltál, a Tibi mondtuk, hogy nagyon mondta, hogy azt nem hiszi el, de majd most még van egy esélyed, és aztán jövő héten már ő is. Jó, de a lényeg az, hogy tök jól érzi magát, és hiányzom. Igen, igen, részben utalt ezekre a dolgokra. Van olyan dolog a világban, amiről te beszélsz, és nem te vagy benne? Nagyon-nagyon ritkán. Nagyon-nagyon ritkán van olyan, hogy nem tudok valamiről magamra asszociálni. Igen, nagyon. Tehát, hogy mindenről rá tudok magamra fűzni. Például most találtam egy programot, amivel szintén magamra rá tudtam fűzni. Ti mennyire vagytok, mennyire érzitek magatokat kiszolgáltatva, amikor alszotok? Tehát volt már olyan, hogy mondjuk párod, jaj, de cukin alsz. Ne, igen. Volt-e már olyan, hogy hogy a legnépszerűbb módon ébresztettek. Nyilván nem erre gondoltam, hanem arra, hogy volt már olyan, hogy mondjuk lefotózott, vagy ilyen kis rövid videóról ad, miközben alsz, hogy jaj, te édesen alszik a szentem. És utána reggel megmutatja a fotót. Amikor először aludtunk együtt Pannával, az egyes számú próba gyerekkel, ahogy szoktam ott mondani, még nem tudjuk, hogy sikerült. Te jó igazából. És először... A béta teszt, a szaporodási béta teszt. Igen, hogy sikerült, és az első délutáni alvásunk lett megörökítve. A legnyomorúságosabb érzés, amikor látom, hogy én utálom, mikor ilyen csorgó nyállal ilyen és ott, hát te. Jaj, de édesen alszik a szentem, tehát annyira ilyen kiszolgáltatott érzés, mert de miért te szereted? Tehát, hogyha rólad nem, vannak ilyen bájos ilyen... csorgó nyállal, tudod? Nem, tudod, be van csukva a szám. Na jó, de az könnyű, mert szép vagyok tiéd, alvás közben. A tiédet be lehet csukni. Én a lehetőségekhez képest csukott szájjal alszom. Ezek a paraméterek. Van egy állandó szellőzés, nem tehetek róla. De hogy te szereted? Tehát vannak róla ilyen édes képek, ahogy így markolod a párnát, és így rá nem, vagy így más fogva. Markol. Igen, de van, igen. Tehát, hogy láttál már ilyet? Ahogy így össze vagyok így, hogy hívják holva, így a párnámmal gabajodva. És kicsit mosolygok és gügyögök, és azt mondja, mamma. Tehát ilyesmire gondolsz? Jó, én láttam már magam, szerintem nagyon nyomorult érzés, mert az ember legalább álmában azt szokták mondani, hogy biztonságban van, és olyankor tényleg az ember kicsikét így megpihen, és olyankor nem figyel ránk senki. Uh-huh. Na, ezen változtat egy program, ami egy picikét, tehát engem felkavart. Az a programnak a neve, hogy hát álombeszéd, a sleep talk, tehát hogy... megörökíti azokat a pillanatokat, amikor te aktív vagy álmodban. Tehát egy egész éjjel fut, és utána reggel meg tudod nézni, mik azok a szakaszok, amikor motyogtál valamit magadban.
mikor horkolsz, mikor forgolódsz nagyon, tehát, hogy, és ezeket ilyen szakaszokban megmutatja, tehát így néz ki, most mutatom nektek, itt van egy ilyen hangfájl, ezt mindjárt rádjuk, és akkor meg is hallgatjuk, és akkor látszik az egész éjszakának, aha, az egész éjszakának a különböző ilyen zajai, amiket te produkálsz. Ez nagyon jó. Be van írva, hogy hány órakor igen, volt idő, valami? Idővel, minden lehet, be van rakva, tehát hogyha ugye itt ebben minden benne van. Nos, ez most a tied, ami hát itt van szerinted a felvételen? Ez enyém, de ami a nagyon-nagyon szemét, mindjárt belemutatok egyébként, mert most először lett arra bizonyíték, hogy bedugtam, és akkor mindjárt megnézzük, hogy ez most először van rá, itt indítom az estét, figyelj, várj, oda jövök itt valahova. Jövök itt az elejétől, indítom, figyelj. Ez már az. Aha. Várja, sok minden nem történt veled. Most miért nem megy? Aha. Várja, akkor majd... De ez szó. Én kb. Sejtem, hogy mi lehet. Várja, most jó, várja, most jó. Aha, adjál rá. Figyeld, figyeld, és horkolok frankon. Ez tényleg én vagyok. Andorító. Várja. De jó. Várja, és utána lesz egy nyomogások. Tényleg te vagy. Tényleg én vagyok. Undorító. De mi a baj? De nem is horkolok annyira egyébként. Annyira nem. Csak nagyon. Ez semmi. De már vannak ilyen forgolódások, figyeld. Na. Figyeld, visszatekerek itt. Ezt nézd. Na, mit hallgass. Figyeld. Figyeld. Ne, Klaudia, ne. Nem az. Schiffer, ne. Te nagyon izgulunk. Nem annyira, várj, ez már egyszer volt. Aha. Vagy itt ébresztek. Igen. Halál. Figyelj, én mindjárt. Jó, maradjunk egy minden, akkor horkolás volt, tehát többit nem van annyira hat. Rettenetes izgi. Na, de az a lényeg, hogy most először van rá bizonyítékom, hogy horkolok. Eddig csak elbeszélésekből tudom. Ti horkoltok egyébként, vagy elbeszélésekből? Soha. Én nem. Te rohadt nagy horkolós vagy, Feri, biztos. Soha életem. De nagyon mi? Én nagyon. Én az főleg akkor, hogyha nagyon megfáradtam este, ha érted, mire gondolok, és háton dőlök le. Így, végre viszintesbe vagy, hagyjatok még. Nem az olyan, az embertelen. Pokoli embertelen. Pokoli Jani, és a béka befogja az orrom. Komolyan? Aha. És a akkor megriadsz. Nincs, de egyébként nincs rá megoldás. Tehát ez a fütyülés, vagy semmi. Tehát szerintem nem az orrbefogás az egyébként, ez tökéletesen működik. Jó, mondjuk az véglegesen elmulasztja. Igen. Tehát, hogy a szát is befogod egy párnával. Én vagy rájuk. De mert az van, ugye ilyenkor a cél az, hogy ne háton feküdj, hanem fordulj oldalra. Igen. De nem ettől nem fordulok, és olyan fordulj, hogy behozza ezért parfis nyelet, és azzal próbál, hogy erőkar legyen átfordítani. Édes bogaram. És akkor már oldalamon alszom, akkor már nincs horkolás. Mi van még a hanganyagon, mert nem hallottuk, de hát nem, ilyenek vannak rajta igazából, azon röhögtem, csak most nem annyira hallatszik, mert halk, de hogy ilyeneket lehet hallani. Anya, még tejet. Nyilván. Még. A másik mellettből is. Ne csak a Gábornak. Gábor takarodj az én csecsem. De csecset. Nem, de hogy, de tényleg, tehát hogy egyébként a másikat is. De hogy mennyire gusztustalan a dolog, és mennyire gusztustalan a fejlesztés, van egy toplista, amire fel lehet kerülni, és feltöltik ide az emberek az álmuk beszédeket. És van egy ilyen legfrissebb, legviccesebb, nem tudom, tehát ilyen toplista, hogy álmában mit kavirgyálnak az emberek, és akkor abban vannak ilyenek, hogy Gyurika, nem. És én rendesen végig lehet. Kemeg. És tudod, benne vannak az ilyen kartyák, hogy kérige. Nem tudsz. Ja, be semmi. Gyurika, nem. És egy álmában mit kvartyog az ember? A legrosszabb. De beszéltek egyébként álmotokból, vagy pedig csak így nyökögtök meg szuszogtok? Én általában szlogeneket, dallamfosztányokat, és lágereket, világslágereket, és verseket szavalok így velével. Én nem vagyok szerint. Dákos majd én. Klári, ez bizonyám, ez az én asztalom. Tíz frontot kérne, de nem találom. Miért te növesz hajat? Nem, jövő héttől új részekkel közösülnöm. Jövő héttől lesznek az új részek? Ja, egy picit büszke vagyok, hogyha egy férfi klubkoncert szerdán mindenkit két órában saját dalok, négy dalból két óra. Hogy lesz az meg? Nem, igen, tényleg jövő héttől lesznek egy új részek, erre most egy picit büszke vagyok, most a második évadban fordul a saját dolog, úgyhogy most addig, hát ugye Best of Fokkal kápráztattuk el a de szerették, mi minden eddiginél nézettebb volt a kaszasó. Verdessük a csúcsokat, nyaldossuk a hegyormokat, de hát azt mondtam, hogy tényleg egy felhőtlen szárnyalás. De neten is meg lehet egyébként ezeket nézni elég. Nem az, hogy meg lehet, persze, meg kell. Meg kell. Hát ki lesz az elsőben a sztár vendég?
Az elsőben a Liptai Klaudia nagyon lesz. Nagyon szép. És úgy, a másodikban? Említi nekem, de én megdicsértem, mondta neki, hogy mennyire szép vagy, pedig nagyon jó érzékkel említette, hogy ezzel szemben én... Mármint a Klaudiának mondtad, hogy én mennyire szép vagyok. Igen, említettem a Klaudiának, hogy a Vadon Jani nagyon szép. Így van, és mondta, hogy nagyon örül ennek, hogy ezt végre megtudhatta. Na mindegy, úgyhogy a lényeg az, hogy most már álmunkban sem vagyunk egyébként biztonságban, mert a kaszasót is betámad, de nem ez azért, mert nem az álmaink rögzítése az, ami ma böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Húha, nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Ez nem annyira fog szerintem megállni, tehát hogy attól félek, hogy annak ellenére, hogy Ferit egy vajszívű fiú vagy, ezt nem fogod megadni. De történt most velem egy szitu, vettem egy boltban egy chipset, és hát ez szimbolikusan... Jobb, mintha loptad volna. Tény. És csak szimbolikusan volt lejárva. Egy picit rá akarok kanyarodni az ilyen lejárt termékekre, hogy meddig trükköznek vele. Én nem néztem meg, ti megnézitek egyébként, hogy... Nem hiszem el. Mindig megnézem. Hogy azzal kezdve, hogy megfogd és megnézd a lejáratát? Mindig mindennek. Soha életesen. Mindig mindennek. Soha helyen vásárolok. És nem mindig hátulról. Bolt. Boltban. Mindig hátulról. De egyébként ez is már mennyire rohadmányos dolog, hogy eleve az emberbe, és egyébként akkor valószínűleg ezért van bennünk, hogy én is fölülről semmit nem veszek el, csak alulról, mert ott van az okosság. Alulról és hátulról. Ez kimondta. Ennyire hülyeség egyébként. A tapasztalat fel. Hát ez tényleg nem, hogy tényleg a lejártat előre hozza és beteszi hátra. Teljesen egyértelmű, vagy pedig azt, ami mondjuk egy nap múlva le fog járni, és ugye mondjuk veszel magadok egy ilyen, hogy hívják ott, egy nagyobb kiszerelésű tejfölt, amiről tudod, hogy nem fogod elhasználni egy napon belül, akkor azért érdemes megnézni a címkét, és aztán, hát én tipikus magyar háziasszony vagyok, hogy fogalmazhatom ebből a szempontból, előre gondolkodom. Tipikus magyar háziasszony kopasz. Igen, ezek szerint. Aha, igen. Előre látom, és megnézi a címkéket, mert nem akarja, hogy rárohagyom. De nem, csak hogy tényleg, csak még egy picit ezen mielőtt túlszadunk, hogy tényleg benne van, most nézze minden rádió hallgató magába, hogy tényleg hátulról veszünk mindent, nem? Tehát tényleg benne az, hogy ne előről. Na még egyet, és hátulról kiveszel egyet, nem? Ezért teszik oda már a pont lejáró. Nem hülyék őket. Vettem egy chipset, szépen kibontottam, nagyon, és mondom, nem ettem még ez valami sajtos hagymás, vagy hagymás tejfölös volt, nem ismertem annyira, hogy milyen bukénak kell ott beköszönni. De színe alapján már zöld fűszeres. Csak furáltam, hogy mozog. Megmondom, hogy kerül bele pesto. Nem. De hogy kibontottam, és figyelj, konkrétan ilyen technokol szaga volt, de mondom biztos, hogy ez, tehát most tudod, ne finnyásd. Ennek kell lenni, nem? Persze, hát az úgy fejlesztés, majd megszokom. Nem, kritizáljuk, amit nem ismerünk, tudod. Tehát, hogy... Pikante. Bekaptam, figyelj, tehát ha éreztél pokoli ízt szétáradni a szádban, tehát figyelj, tehát hogy ilyen igazán, és megfordítottam, és nem több, tehát a lejárati dátum az nem volt, tehát 2013 áprilisában köszönt el a termék. Tök friss. 2013 áprilisában mondott búcsút a lejáratnak. Ilyenkor egyébként, hogyha visszamész, akkor mi van? Semmi. Te vagy a hülye, szerintem. Igen? Megvetted. Nem lehet, tehát hogy egy ilyen nem lehet. Biztos viszont, hogy ha kim van még a polcon, az a baj, hogy nem, nagyon nehéz bizonyítani, hogy te ezt most vetted, és nem 2013, április 4-én. És addig váratott magára, hogy hát nem, ma még nem. De ma még nem. Ha ott van a blokk, akkor elvilegben kicserélik. Tehát, hogy szerintem nem szoktak annyira szörös szívek lenni ebben a dologban, meg hát egy picit kínos is nekik. Meddig lehet elvinni ezeket? Meddig lehet ezeket trükközni egyébként? Tehát, hát hogy, bármilyen hogy... messzire el tudod vinni. Igen. De meddig lehet trükközni az ilyen lejártakkal? Tehát, hogy valameddig még azért, hogy meg lehet, el lehet falatozgatni. Tehát, hogy na jó, még egy hetecske, kettő. Kísérletezzél majd el. Aznap, mi a hatályos jogszabály? Hát azért van ráírva. Ami rá van írva, másnap meg rohad? Nem rohad meg, hát most nyilván még lehet a sajtoknál például határozottan nincs ilyen, legalább érik. Valamelyiknél még jót is tesz. Igen, még jót is tesz, de én azt szoktam mondani, hogy ne kísérletezz, mert akkor így jársz, mint te. Jó, ne, de hogy... ne te legyél a kísérleti alany. Általában úgy szokott lenni, hogy egy-két nappal a lejárat dátuma előtt ezeket már leszokták árazni, vagy jelzik azt, hogy le fog járni jobb hipermarketekben. Ez úgy történik, hogy ráraknak egy ilyen kis plecsnit. Akció, így van. Rajta van a korábbi jár, meg az új jár, és akkor látod, hogy mit tudom, két nap múlva le fog járni az a joghurt, vagy bármilyen termék. Szólnak is jó esetben, hogy ne vedd meg. Igen, de akkor legalább tudod. Tehát, hogy nem árulnak vele zsákmamacskát, én nagyon sokszor rárepülök ezekre a termékekre. Ez a boltos nem lehetett egy nagy rajongóm, mert ő nem nagyon kiemelt, hogy Tibi, tedd vissza! Azt furáltam, hogy a fizetésnél mondta, hogy köszönöm a vásárlást!
Loser. Köszönöm. Legyen, legyen máskor is szerencsénk. Érted, hogy értem? Jó étvágyat. Hát úgyhogy így, a lejárt szabatosságú termékek, félve kérdezem, mert én is érzem, hogy ez nem, nem teljes. Mennyire jogosan bökik a csőrömet? Egyre szintű, abszolút indokolatlan csőrbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd. Jó, kicsit túlzásnak érzem. Tibi, aki ezt megveszi, rá van írva, tehát egy 2013 áprilisit megveszi, az igazi lúzer. Kicsit túlzásnak érzem. Tekintőben, főleg, hogy a Buda Tétényben vásárolsz az RTL Klub székháza mellett. Igen, nyilván. Igen, olyan nyilván. A bolt. Kicsit túlzásnak érzem, de elfogadom. De annak ellenére... Félve kérdezed meg, hogy... Nem is a félve, ja, hagylak téged, csúsz. Na most, mi, gyere ki belőle. De tudod, hogy ezt már a múlt héten is eljátszottuk, hogy ilyenkor nem az van, amikor a Balázs van, tehát mert én nem tehetem föl neked azt. Tegye föl, Jani. Most te jössz. Én nem tudom, félnek, annyira nem áll rá a szába, én annyira hozzászoktam, hogy más teszik fel ezt a kérdést. Mondd azt, hogy szerintem nincs is témád bár. De én megmondom őszintén, hogy én, ha most valaki megkérdezte volna tőlem, de hogy... De ki miért kérdezné meg valaki? Hát mondjuk, érted, mit akarok mondani? Tényleg. Hogy most miért kérdezné meg? Mert hogy más lehet, hogy nem is érdekel. Tehát, hogy ez nem jön szóba egy társaságba. De mit akartam mondani? Tehát, figyelj, hogyha megkérdezték volna tőlem, hogy szerinted Jani a Tibinek... De miért mondanák, hogy Jani, mikor eleve tőled kérdezik? De nem, hát mikor tőled kérdezik, igen? Nem mondja bele, hogy Jani. De miért? Én szoktam szólni. Nem, hát tudja, hogy veled beszél. Persze, nem, érted? Aha. Ha megkérdezte volna tőlem valaki, Jézus. Hogy szerintem van-e a Tibinek témája, akkor én elgondolkodtam volna rajta, és megkérdeztem volna tőled, hogy Tibi... De miért kérdezted volna meg, mikor tudod, hogy minden héten van? Mert kíváncsi lettem volna róla. Tibi, van téma? Nincs téma! Ezt is el tudtad rontani! De van! Na, gyerünk, essünk túl rajta! Mennyire foglalkoztok a nevek jelentésével? Vagy sem ennyire. Na, nagyszerű, akkor takarodjunk én a francba. De nem, ezért tök jó, mert most viszont... Mert én viszont igen, na igen. Találtam egy olyan listát, amiben összesítették azokat a tulajdonságokat, amiket a neveink tartalmaznak, de egy különleges szempont szerint a neveink kezdőbetűinek a jelentését fejtették meg, illetve hogy ez mit akar. A betűt. A kezdőbetűből... Tehát KT. Hát már is mondom neked, itt van az összes betű, és ebből a neveid alapján egy kicsiket a tulajdonságaidat össze tudod rakni, és egyébként megnéztem, hogy szerintem baromi jó. Tehát nem tudom, hogy miből hozták ezt ki, de ez nem rohadt nagy. Megyünk. Hát nyilván nem mondod rá, hogy rossz hiszen a hát itt van. Így van. Mert akkor rohadt gyorsan az utcán leszek, ha erre most rám mondom, hogy rossz. Jó, egy kicsiket megyünk ezen, aztán megyünk tovább a témában. Nézzük meg például a Vadon János, ugye az VVJ, a V betű. Az biztos győztes. Nem, itt van az elemzés. Töltsérként kapod a zseniális ötleteket a fejedbe. Tényleg? Hát kitől? Nem? Ja, csak néha berohadnak. Ez vagy te. Aha. Hát nekem egy az egy. De ő maga a zseniális ötletgyártó. A töltsérrel. Aha, a töltsérrel együtt. Világos. A V, tehát aki le... Na, és nézzük a keresztnevedet, a J-t. Szerencsés ember vagy, aki kifogja az aranyhalat. Azt a kutyafáját. Ez vagyok Jani. Én. Ez vagy. Na. A töltséres aranyhalas horgász. Na, tessék. Na, magadra ismer? A zseniális csávó a töltsér miatt, akinek van mondjuk Mónikája. Tessék. Igen, ha de nem ismeri fel az aranyhalban az aranyhalat, ezért nem kíván tőle semmit, ha is visszadobja, hát mert az egyébként. Hát már. Magadra ismersz? Hát, szó. Na, nézzük na meg jó, a... igen. Jó, nézzük meg a Zsűlt. A játék kedvéért. Jó, röhögjünk egyet. Itt van velünk Zsűl, ugye, aki ott ül a keverő. Ott nézel a J betűt, vagy egy J-t? Az ember vagy, aki kifogja az aranyhalat. Na, menjünk tovább, Feri. Ez rohadt jó egyébként. Itt van, N. Képes vagy önmagad újra és újra meghaladni és fejlődni. Tényleg? Igen. Zsül. És ezt mi mikor látjuk? Ezt akartam mondani, hogy izgatottan várjuk. Ez mondjuk nem szól a fám arról, hogy milyen szintről indultál el, de hát, hogy így mindig fejlődsz és fejlődsz. Jó, én magad azért az ismerem 14 évet. Gondol, de mi lehetett előtte? Azokat a nyomorult pubertás éveket. Na, jó. A technika, hogy. Látod, már fejlődik, mert... Igen. Jó, és ugye hát a J betű az ugye megint szerencsés ember, aki kifogja az aranyhalat, na vigyed. Jó, Rákóczi Feri. Nem J, ő Gyula. Ja, Gyula volt? Tehát, hogy J, vagy, na, keresem, vagy G. A G betű legyen. Na, és megint nézd meg, befelé forduló szemlélődéses, szemlélődő egyéniség. Nem, ő csak alszik. Csak rohadtul unatkozik. Igen, hát megfogalmazás kérdés, de egyébként mind a kettő indikál. Egy fejlődőképes szemlélődő fiú. Igen. Ez jó, magadra ismersz? Szép, így tényleg. Van. Nem említik, még hogy 34 éve és kitör belőle a dúvad. Igen. Ha így haladsz 50 éves korodra, olyan frappáns leszel, hogy elájulsz. Ferikém, nézzük. Már nézem is neked, drága barátom. Igen, így ez van. Nukleáris erejű energia van benned, rajtad múlik, mire használod. Azt a kutyafáját! Én szerintem jóra. Én szerintem jóra használom. Hát a töményégető.
A tömény égető. Hát minek jöttél előbb, akkor talán nem az oroszok kezébe csapna. Ja. És az F? Az F, az kérdésében, már is mondom, ez te vagy. Gondoskodsz azokról, akik fontosak számodra. A gondoskodás, az törődés, a nem? A, így van. A vacsorák. A, nem? A tiszta zokni. A pulykázás. Igen, most nem jutott több eszembe. A akiket szeretnek, azokat megpulykázom. És valódi értelmében is pulykázom. Bocsánat, azt mondom, sok százezer ember nevében kérdezem, parancsolsz? Nem tudom, mi a pulykázás. Jézusom, és te vallod magad egy modern férfinak? Nem, én szexinek vallom magam. Na, az a tévedés. Nem, én szerintem érzéki vagyok. Na, ez is. Mi a pulykázás? Amikor a homlokodra helyeznek egy férfi elsődleges nem jelleget közvetítő testrészt, és... De ilyet miért csinálnak vele? Azért, hogy például csinálnak róla egy fényképet alvás közben, miközben ott van a homlokodon. Lehet, hogy lesz egy ilyen új betörési hullám. Nem lehet szerintem, hanem már van. Én megnézem a Gábornak a telefonját. De lehet, hogy félszada ült már a fejemen, és van pulykázós fotója. Lesz, hogy a Gáborral egyelőre jó felek, és nem rakták ki a netre. Bizony, komolyan. Ez a pulykázás. Sőt, amikor lehet. Horkolok pulykázás, akkor hát a lejjel csúszik az akció. Így lobog a pulyka gallérja. Jó, nézzük meg a Balázs szerintem, jó? SB. És nézd meg, hogy igaz. Erről beszélek, érted, hogy néha ezek, amit találok a borsban, az tök jó. S, spirituálisan a... Ja, várjál, nem. Most rúgatom ki magam. Nem, jó lesz. Spirituálisan a legalacsonyabb szintről a legmagasabbra juthatsz. Igen. Hát ha ez nem a Balázs, hát ha valaki nem a, ha éppen most nem a fényé válás rögös útján van, akkor érted? Hát fényé azért ne váljon szegény. Arra. Csak jelzem, hogy ebben feltételes mód volt, tehát hogy éppen benne van a bakli. Várjál, pillanat, töröl, újra jut. Jut, így van. Pont, így van. És a B? Töröl. És a B, kérlek szépen, képes vagy mások elképzeléseit szilárd formába önteni, tehát megvalósító ember. Agyagozgat. Balázs agyagozgat, a Ghost nagy jeleneteit otthon Wikivel eladjogozgatja. Na most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért menekülsz a saját monogramottól. Szerintem csak jó lehet, egyébként nem olvastam el, mennyire lúzer, nem néztem meg. K, tele vagy nagy feszültségű energiával, ez milyen baromság? Hmm. Tele vagy nagy feszültségű energiával, óvatosan bánj vele. Aha. Itt nyilván a túláradó szexuális energiát, a túlfűtött... Szállod a szikrázik az áramszedő. Illetve pontosan ez, hogy a trolibusz áramszedőjéhez hasonlít engem, ugye, mint egy ilyen kétlábú járó fordított napóra, ugye, 90 fokban. Így van. Ugye? Tehát ez, és tény, hogy ezekkel a méretekkel már felelősséggel kell bánni, ugye, erre is célozni. Bizony. Ugye? Tehát, hogy itt már tudni kell, hogy az ember... Bizony. Vagy megfelelő képes. Mennyiségű előjáték, vagy csíkosító használata. Hát, vagy a szomszéd szobából. Tehát, hogy vigyázz. Nézzük meg, és akkor... Ezzel zárjuk is, úgy érzem a nevedet. T. Képes vagy vállalni az élet kihívásaival járó áldozatot. Aha. Ez vagyok én. Tehát, mikor hoztál utoljára áldozatot? De mikor? Tényleg bármiben. Én minden nap hozok, érted? Tehát, hogy én ha valaki hoz áldozatot, mondjuk leginkább szerintem lehet, hogy a párom az együtt töltött napokkal hoz áldozatot. Igen, nem? Én csak őre gondoltam. Igen, talán inkább ő. Ma is tiszta pólót vett a kedvünkért. Nem tiszta, csak nem. Tiszta, csak külföldi. Nem, mert azt hittem, hogy lesz a tájföldi póló, ez egy 600 jó. Forintos. Hibátlan, nem? Uh-huh. Nem 600 forintot egy póló? Tökélet. És én meg nem vonzódom az országhoz. Te fúr, ez pedig ez a tehelye. Az 50 batos, a 300 forintos flip-flopok és 600 forintos pólók haza, ez abszolút a tehelyed. Egyébként a hülye neveket egy picit csak általánosságban akartam érinteni, hogy mennyire meg lehet pecsételni egy névvel egy embernek az életét. Én például, ezt mindig elmondom, de én a lánygyereknek egészen biztosan a Casablanca belépőt fogom adni. Szerencsétlen. Ugye a fiúnak a tényleg. Szerintem az nagyon jó, nem jó belépő? De két miatt is, egyrészt, mert te leszel az apja. Kettő. Rohadt nagy mázlista. Az igazi mázlista. Képzeld már, hogy így mutatkozik, hogy Casablanca vagyok. Egy gyönyörű lány. Figyelj, hogyha a páromnak a szépségét és az én agyamat örökli, akkor ez egy csodás élete lesz. Fordítva nyilván belegondolni is rossz, de egyébként ez azt gondolom, hogy ez lehet jó belépő. Ha fiam lesz, hát ha te agyad örökli, akkor boldog lesz, az biztos. A boldog tudatlanság. Tudod, hogy onnan lehet tudni, hogy az én agyamat örökölt, hogy fekszik háton a gyerekem, és jó, igen, de az is biztos, hogy... És ha fiad lesz? A fiam lesz, nem kérdés, Casanova. Nagyon jó. A Nova, azt én adhatom, hogy adhatod? Adhatod.
Hogy a kis Novácska? Igen, igen. Múltkor beszéltünk egy szakemberrel, és, erről, és azt mondta, hogy igen, attól. Na most figyelj, a kaszanova, hát az, figyelj, hogyha véletlenül a gyerekem, vagy úgy, hogy átugrott a jóképűség pár generációt, az véletlen valami a gyerekem jóképű lesz. Egy kaszanova névvel, hát azért az a lehet. Nekem ez tetszik. Nem, az a lehet vonulni. Ez jó. De ha meg akarom nagyon szivatni, akkor kitaláltam egy nagyon nagy rohadékságot. Kérlek szépen, úgy fogom hívni, hogy kasza majdnem. És na, azt nem adhatod, hogy majdnem. Miért nem adhatom, hogy majdnem? Kasza majdnem. Kap. Igen. Mert akkor lehet az, hogy bárhol, amit megjelzik, akkor kasza majdnem megérkezett, milyen lett a dolgozott, kasza majdnem ötöst kapott. Nem? De ez milyen vagy az ágyban? Kasza majdnem jó volt. Hát az rohadt nagy. Hát figyelj, az egész életét úgy fogja leélni, hogy egy kapott tőlem egy humorforrást. Minden egyes mondatban ott van számára a mosoly, ott van számára a kiút, a társaság középpontja. Milyen buli volt? A kasza buli, majdnem jó volt. Lezárásként csak annyit akartam mondani, hogy köszönöm, hogy nem jöttetek el a legutóbbi klubkoncertemre, mert olyan teltház volt, hogy sajnos nem tudtam tartani az asztalotokat. Én megnéztem már a helyet, fölmentem a honlapra, és megnéztem. Az nem elég? Nem sikerült. De egyébként majdnem, de nem, soha nem tudtam. Túl elegáns neked. Nem tudtam tartani az asztalotokat. Ne haragudjatok, olyan teltház volt. Elnézést kérek. Ezúton is elnézést kérek. De próbálok a jövőben majd valamit. Holnap a következő, nem jövő héten szerdán lesz megint. Akkor ne promotáld előre. Csak az a baj, hogy tényleg olyan tömegek vannak már, hogy nem állítom, hogy tudom tartani az asztalotokat. Még egyszer, ne haragudjatok. Tudod mit, Tibi? Akkor mi nem is próbálunk. Ne haragudjatok. Kassa Tibi, köszönjük szépen! Köszi Tibi! Ma is jó volt, még mindig egy hét múlva újra megpróbálhatod. Ez vagyok én. 9 perccel múlt el fél 10, jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. 8 perc múlva 10 óra, szevasz Csabi! Jó reggelt, szevasztok! Futottál, úsztál, sportoltál, vagy csak gyerek? Vagy csak gyerek. Vagy csak, de az tud olyan lenni egyébként. És ráadásul ma van a keddi nap, amikor én járok ilyen talpmasszázsra, és ez most nagyon jól esett. Hmm. Azt miért csinálod egyébként? Hát már most egy bütykös a lába. Hát igen, hogyha... Egészség megőrzés, majdnem azt mondtam, hogy megelőzés. Egészség megőrzés szempontjából nagyon-nagyon fontos, mert a Marika néni azt ki tudja tapogatni az én talpamon, hogy van esetleg valami probléma, és ha van, akkor egyrészt gyógyítja azzal, hogy kimasszírozza, másrészt azt mondja, hogy azonnal fuss el orvoshoz, mert ott valamit érzek. Aha, jó, tehát ilyen vitálpontokat masszíroz, tehát ez nem ez igen. A hedonista ilyen lábdögönyözés, hogy de jól érez magad. De közben jól esik. Aha. Ráadásul. Mert nem vagy otthon. Többek között Marika néninél jó mindig. Tegnap akartam kérdezni, mert délután még itt összefutottunk, igen. Vagy ilyen dél körül, hogy ugye elindítottál tegnap egy új játékot, hogy akarják-e az emberek a Nissan Qashqai testvezetést. Az igazság, hogy megtelt az SMS falunk délutánra a jelentkezőkkel, és meg is értem. Ugyanis képzeljétek el, hogy az történt, amikor vége volt a tegnapi kívánságműsornak, egy kulcsot a kezembe adtak, hogy most akkor ne a saját régi 12 éves autómmal menjek haza, hanem kaptál egy ezzel, amit meg lehet nyerni egy hétre. Ugye ez a fődíjunk, hogy egy hét tesztvezetés, egy hét. Aha. És hogy legyen miről beszélni, meg egyáltalán tudjam azt, hogy mi mit adunk a hallgatóknak, azt mondták, hogy ebben most üljek bele. Ja, de kicsit beültél, aztán elvették a kulcsot. Nem, várjál, ne illót rakunk be. Várjál, Csabi, gumicsizmát vedd le. És azt gondolom, egyébként meg pont ott tartunk, ugye te ismered az én autómat, mert egyszer hazahúztad nyáron. Bizony. Úgyhogy műszakilag nem az a nagyon-nagyon erős. Tehát van honnan fejlődni. Tehát mondhatjátok azt, hogy hát persze az összehasonlítási alap is far. De hogy azt gondoltam, hogy én veszek egy új autót. És aztán felhívtam ezeket az embereket tegnap, hogy menjenek a francba. Tehát ennyire csúnyán beetetni egy embert, akiről tudják, hogy autót akar vásárolni. Hát ez ilyen szakma, Csabi. És amikor tudod, hogy ráírják egy autóra, hogy mert nem tudom, milyen dinamikus a motorja, meg milyen egyedi formatervezés, akkor gondolod, hogy ja persze, hát valahogy el marketing. Kell adni. Aha. És így álltam az autó mellett, és azt mondom, hogy ebbe nem merjek ülni. Tehát, nekem való ez, érted? De mikor beleültél, akkor azt mondtad, hogy igen? Nem, és akkor azt mondtam, hogy nincs véletlenül valami dolgom Nyíregyházán, vagy Linyánóban, vagy... Tehát, hogy nem akarok kiszállni, hanem csak menni. És akkor mindig az van, hogy amíg gyorsan hazamegyek, ott adok egy csókot a családnak, és úgy megyek a Rómeóért a suliba, és azt mondtam, hogy most nem megyek haza. Igen, nem, sőt a Rómeóért sem. De hát azért az menő egy ilyenne beállni a suli elé. És a csókot is a Nissannak adott. Persze. És akkor gyorsan mentem még néhány kör, tudod, hogy csak hogy legyen benne több kilométer. Ma is folytatódik a játék. És hát folytatódik után, a játék, tehát ajándékcsomag minden órában van, és ugye egy hetes tesztvezetés lehet nyerni, jelentkezni nagyon egyszerűen egy névvel, SMS-ben, de azért az SMS-be tessék beleírni, hogy új Nissan Qashqai, mert hogy ez a játék neve. Jó, és ha jól értettem Nissan a mondókád, akkor azt akartam mondani, hogy neked is tetszik az autó, ugye? Csak egy kicsit bőlére lesz. Megtartanám, ha tehát, hogy vannak egy éves próba, menetet akkor sérül. Egy éves, egy életre szóló. Hívjuk a naphallgatóját.
Morningson. Jó, de jó vagy. Mondasz egy kereszt nevet? Károly, most, hogy vállaltad, a anyuka már tudja, hogy kit kell keresni. Figyelj, olvasom a hirdetésedet. Eladnám anyósom belső szerveit, eredeti csomagolásban posta költséget én állom. Jó. Ezzel teretél a nap hallgatója. Eredeti csomagolás. Eredeti csomagolásban, tehát a mama még ép ezek szerint. Még igen. Még igen, de ha este arra megyek, akkor nagy baj lesz. Károly, gratulálunk neked, te vagy a nap hallgatója. Van egy csomó ajándékod, jó? Okay. Legyél ilyen lendületes és büszke. Szia. A kívánság műsorban lehet kérni 061-555-5500 Csabitól meg a játékra is, figyeljetek oda, lehet. Ne is ajánljak akkor zenét? Ne mondja el, hogy a By the Way újdonságát meg tudjátok hallgatni? Van neki? Képzeljétek el. Teljesen új? Ők ugye a legsikeresebb magyarországi X-faktor történetében a legsikeresebb csapat, és most van egy újdonságuk, az Ám vagy még cím. Nagyon jó. Oda vannak érte a kislányok és a nagyobbak is. Figyelj, voltam egy By the Way fellépésen, nem a saját akaratomból, hanem mert én is ott voltam. De nyugodtan bevallhatod. Várjál, nagyon, annyira helyesek, aranyosak voltak a fiúk, és annyira jól működnek színpadon egyébként, hogy le a kalappal. Le a kalappal előttük, akkor meghallgatjuk az új dalt. Álmodj még. Álmodok. Köszönjük szépen, mi köszönjük a eddigi figyelmet, türelmet. Holnap Balázsral együtt itt vagyunk. Így van. 6 órakor. Szevasztok. Sziasztok.